Sziasztok! Ez itt az IGN Plays Live. Én Székelyhidi Ádám vagyok, alias Darts. Vendégem pedig Gáspár Joci, alias Bugbear, az IE-nek az ex-community menedzsere. Annak a bizonyos, titkos csodaszekrénynek az akkori őrzője, ahonnan még annól mentünk kunyarálni a tiszteletpéldányokat. Így van, szép így idők van. Voltak, nem hát igaz? Az nagyon, az igen. Hát az Electronic Arts-en igen volt egy szoftverszekrény, amit a csodaszekrénynek hívtunk, és hát... Szerettük, amikor a közelébe mentél. Hát a legújabb játékok mindig ugye ott voltak, meg a beta tesztek, és hát nyilván, mint community manager nekem az volt az egyik dolgom, hogy játszok és teszteljem a játékokat, szóval annyira nem állt messze, hogy meglátogassam ezt a szekrényt elég gyakran. És hát igen, amikor érkeztetek, akkor az aktuális FIFA példa is onnan került ki. Hát amikor az IE megszűnt, azért voltak álmatlan éjszakáim a szekrény kíséretében abszolút, hogy hát ha még egyszer ki lehet nyitni, de hát sajnos mazikás árul ilyet, szóval... Pedig de jó lenne. Jó lenne. FIFA szereted is ugye innen fakad, meg a mi barát. Barátságunk is, azóta gyűrjük egymást a játékba. Hát ő több, én kevesebb sikerrel sajnos, de itt az új szezon, hogy ez változzon. És ugye itt az új szezon, azt hozzátenném, hogy azért a 2014-es szezonról mesélj már nekünk valamit, a FIFA 2014-es online szezonunkról. Szájérül a dashba. Aha. Hát arról van szó, hogy próbálkoztam nagyon sokat, neki előnye volt, hát így, és most érted. Háromszor győztem az évad alatt, vagy négyszer. Hát igen, volt döntetlen, nem nyertél, volt döntetlen, a 15-ben sikerült. De nem, de a 14-ben, nem, a 15-ben sikerült újból nyerned, volt egy év, amit kihagytál, tehát nem tudom, hogy mit csináltál. Azt Dartot nem akart nyerni, úgy döntött, tehát a Liverpoolnak nagyon jó éve volt egyébként a 14-es, ezt tudjuk, de ez online is kijött, fogalmazunk, így nem véletlenül látszik azért, hogy a színekből, hogy ki melyik klubot szereti. Az adás lehet, hogy el akarod majd égetni. Igen. De hát ugyan milyen név van. Hát igen, ez még Suárez, ez így van. Ez még abból az érából való, így van. Suárez helye? Itt van. Legenda. Na jól van, egy ilyen örökrangadóval kezdünk akkor? Nézzük meg, megmutatni a nézőknek, hogy hogyan alakult a FIFA 16, illetve az idei szezon. Legyek én otthon, jó, mert azért jó, is Anfield. Persze, érezd magad otthon nyugodtan. Így van. Hát... Szóval el kell mondani, hogy tavalyi esdeklő próbálkozásaim során, mindig én Barcelona szurkoló vagyok, amióta az eszemet tudom, ő pedig Liverpool szurkoló, és végelkecserébésemben már megpróbáltam a négy és fél csillagos Liverpool ellen a Barcával kiállni. Sajnos a siker így is elkerült. És megtaláltam a Tottenhamet magamnak, akivel viszont igen komoly partikat tudtunk így csapni. Hát Harry Kane-ékre azért partiba vagyunk, és... Van egy Eriksen, meg van egy Charlie. Egyébként már itt kitérnek a játékon grafikájáról egy pár szóban, csak nagyon így előjáróban, mert itt látjuk, hogy az arcok azok szebben néztek ki. A szemráncok meg ezek egyébként jobbak, sokkal jobban látszik az a játékosok mimikáján, amikor örülnek, vagy nagyot esnek, vagy egy nagyon nagy gól örömnél, ahogy látszik, hogy idegesek például rohannak, és nagyon sokan... Én azért ezzel vitatkoznék, mert én ezt az idegességet pont nem látom, vagy például egy ilyen erőszakos becsúszásnál pont azon röhögtem is, hogy ilyen egy hatalmas lendületből jövő becsúszásnál ilyen teljesen fapofával így csúszik, hát a füvön, és így pont, hogy ez nekem annyira nem nézd meg azt, amikor kivegy egy nagy helyzetet és összeesik a földön, stb., akkor látszik azért, hogy tényleg nagyon jól tud ezt kinézni. Mikor egymásnak mutogatnak a játékosok, például nagyon sokan animációval egészült ki a játék, és erről a menüről mindjárt beszélünk is egy picit, ami tulajdonképpen arról szól, hogy összekötő animáció a játék közben, mondjuk Hendersonnak nem kéne passzolni középre, két ember fogja, és elkezdi mutatni a kezével, hogy viszont üresen van a jobb szélső, és neki passzolt, vagy mutat, hogy most passzolt, Sturridge elindul, felteszi a kezét és mutatja, hogy merre fog futni. Olyan kis animációk, amik nincsenek a képernyő közepén, mikor nálad van a labda, de segítenek a játékban igazodni, mint igazából a rendes futballpályán, ahol ordibálnak, kiabálnak, kommunikálnak egymással a játékosok. Picit beszéljünk, erről beszéltünk is a menüről, ha már a kontrollerről, mert ugye most én nem a saját profilomat használom. Megjelent a FIFA Trainer, aminek igazából egy manuális és automatikus módja van. Ezt el tudjuk tüntetni, vagy mutatni tudjuk a meccs közben a játékos körül. Ez annyit tesz igazából, egy kis karika jelenik meg a játékos körül, és egy aktuális momentumot, vagy mozdulatot mutat nekünk, hogy mi abban az pozícióban, helyzetben, labdával, labda nélkül a legideálisabb gomb, amit nyomjunk, és az a milyen hatást érünk el. Ez skálázható 1-től 6-ig, igen. Tehát, hogy a tudásodnak
megfelelően beállíthatod, hogy most alapszintű tippeket mutasson neked, vagy ha mondjuk felállítod a maximum szintre 6-os fokozatra, igen, akkor viszont már nyomd a cell gombot és a finesse shotot úgy passzolj, tehát hogy ott már sokkal bonyolultabb trükköket. Sokan kérdezhetnének, hogy ennek mi értelme van. Már egyébként még annyit hozzátennék, hogy én próbálgattam így játszani, hogy hát ha mutat valami újat, de engem borzasztóan zavar a játék közben, hogy ott egy fehér kör, folyamatos szövegek a karakterem mellett, és egyszerűen zavart a játékban való tájékozódásban. Hát nem tudom, én ebben nem szembesültem, viszont azzal igen, hogy a FIFA-ban alapvetően majdnem mindig az ilyen tutorial videókban tanultad meg a cseleket, meg mindent. Ez alapján meg tudod tanulni a játékban, ráadásul, hogyha nem az ügyességi ilyen dolgokat nem viszed végig, akkor is tudod majd követni azt, illetve látom majd a pályán, mit kéne nyomnod, mert a foci nem teljesen magától értetődő, és ez még egy jel arra, hogy a FIFA szimuláció felé lépett, és most már fontosnak tartja azt a játékosoknál, hogy oktassa egy picit, hogy mikor van értelme zárni, mikor van értelme lelépni egy játékoson, mikor válts oda, mert nem annyira egyértelmű már az összes támadás, mint az összes előző részben volt. Én át szoktam rakni az abszolút manuálra az emberváltást, igen, engem jobban zavar, és megjelenti az Auto Switching Move Assistance, ami nem más, mint az, szintén állíthatjuk, hogy mennyire segítse a játékost, hogy tulajdonképpen a játékos fut egy irányba, és mikor ráváltunk, ugye, hogy a kontrollert a másik játékos teljesen másik irányba mozgattuk volna. És hogyha az Auto Switchinget mi beállítjuk mondjuk a high-ra, az annyit jelent, hogy a leváltott játékos irány, futás iránya megmarad egy ideig. Tehát mi tudunk, ahhoz képest lesz időnk áthúzni a kontrollert arra a mozgás irányra, és így nem csinálunk olyat, hogy a hátvéd csak kilép, mert egyébként mi az előbb még a középpályásra akartunk ráfutni, és a játék automatikusan hátra váltott. Igen, ez védekezésnél nagyon hasznos, igen, amikor így az ellenfél mondjuk löbbölt passzt akar a védelem mögébe rakni, ugye te még futsz rá arra a játékosra, aki majd ezt a paszt fogja csinálni, és ráváltanál a védőre, akkor sokszor előfordult legalábbis velem, hogy ugye nem reagáltam időbe, és a védő megállt egy pillanatra egy helyre, és ezzel a támadónak olyan előnyre tett szert, hogy gyakorlatilag egy az egyben vezetette már a kapusra. Góljait 98%-a. És most jön a varázslat, ezt mindenki nézze, hogy nem mutatják a kezemet, de most csalok. Most áll össze a bajnok Liverpool egyébként. Igazából Brendan Rodgers-t megkértük, hogy mindenképpen nézze. Annyira aranyos, hogy amikor így promózod a kis csapatodat, tehát és, már a tavalyi szezonban is, amikor így leigazoltuk Ings-et, úristen, hát ez mekkora hatalom lesz majd. Nézzek, Danny Ings, hát egy sztár. Egy sztár. Úgy néz ki, már most úgy néz ki, mint Owen egyébként. Az biztos. Tényleg nem akarod védetni Bogdant? Bogdán Ádám volt. Hát igazából mindegy, hogy kivéd, mert nem rúgtok kapura, de... Hát éppen ez azért mégiscsak egy magyar műsor. Henderson a kapitány. Liverpoolnak van egy magyar kapusa. Tessék. Legyen egy jó napot, berakjuk Bogdán Ádámot, aki egyébként rendkívül jól védett a kupa meccsen. Igen, egyébként 11-esekkel végződött, nem? 11-esekkel végződött, fogott? És megment, hát hármat fogott, három 11-es fogott, és megmentette igazából Brendan Rodgers fenekét, hogy ne azon a meccsen rúgják ki. A következő majdnem sikerült elérni Rodgersnek, hogy azért kirúgják, de hát ez nem is annyira lényeg. Felállások, ha már a felállásoknál tartunk, ugye ahogy mondtuk, a FIFA átlépett a szimulációba, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább számít az, hogy milyen felállás ellen, hogy reagálsz. Egy 5 középpályásos felállás ellen, ha te játszol egy 4-3-3-at, akkor azt fogod észre, hogy nem lesz nála labda, de még a gép ellen se. Mert egyszerűen tényleg annyira jól zárnak már gyakorlatilag az AI által vezérelt játékosok, annyira jól meg van csinálva tényleg a futballpályán látható mozgás, hogy abszolút nem annyira egyértelmű is elé velem, vagy hova pasztolom, vagy erős pasztolom a labdát egy-egy játékosnak, vagy egyáltalán, hogy nyitok helyet a pályán, és hogy váltok súlypontot a pályán, hanem tényleg követni kell azt, amit egyébként látunk a valós futballpályákon, egy-egy taktika 4-3-3 ellen, hogyha túltered a csatásról, több védőt, hogy fogod majd le az embereket, mind egyre jobban számít már ebben a FIFA-ban. És ugye, ahogy Ádám is írta a tesztjében, nem, az első, nekem hiába van, mert gyakorlatilag FIFA-nként van szerintem több ezer meccs a kezemben, nagyon fura volt ezzel az egy verzióval játszani, mert rendkívül sok az első pár meccsen ott egyszerűen néztünk egymásra, és mentek a káromkodások, hogy abszolút. Mi a fene ez, mi történik a pályán. Érted, tavaly még már úgy gyűrtük a játékot, hogy kívülről, belülről, most meg estünkeltünk egymásban. Össze-vissza lődöztünk kapura, alig találtuk el egyáltalán a kaput. Nagyon-nagyon kemény volt. A játék átment tényleg, mondom, a szimuláció irányában ebben is, és leköveti a valós mozgásokat, amik a futballpályán kellenek. Ezzel mondom, bizonyos taktikák ellen teljesen nem normális arkád mozgást kell imitálnunk, hanem ténylegesen ugyanaz a például, mint Darts, hogy fölrúgja a Sturridge-ot, mondjuk ez meg fog történni. Ez bizony meg fog történni.
Hát oda kell figyelni, és lépni kell arra, hogyha mondjuk online játszunk, és az ellenfelünk egyszer csak taktikát vált, számít már az, hogy mondjuk itt a játékon belül is, hogy vannak játékmódok possession, tehát hogy mi próbálkozunk kijebb lépni, counter-attack, próbálkozunk high pressure följebb tolni az egész játék mezőt, igazából ne tudjanak mögénk kívelni, hogy támadunk, vagy védekezünk. Real Madrid ellen én alapvetően defensív vagy defensív taktikát alkalmazok, mert Ronaldo rendszeresen mögén vívelik, mindig megpróbálják betenni, és ő gyors, és meg fogja tudni tartani a labdát. Igen, és a fizikuma okán a védőket általában abszolút testtel, hogy bőven el tudja lökni. Hát nézzük, Firmino is. Hát, és amint én észrevettem, hogy a védekezés az sokkal precízebb irányítást igényel. Azért tavaly többnyire elég volt nyomni az át, illetve ezt a szépen lassan rámegy és fedezi a labdát. Never walk alone. Never walk alone, no, ahogy kell. Igen, hozzáteszem, hogy most is láthat az újonc játékos, aki nem játszott FIFA-val, az EA hivatalos támogatója az angol ligának, és ezért egy az egybe átvették azt a grafikát, illetve a stadionbeli glitch-eket. Például Liverpool meccs előtt mindig elhangzik egy Never walk alone című dal, ez így szerepel a játékban, sőt, ha a csapat nyerésre áll, akkor is elkezdik énekelni az utolsó másodpercekben. A német is megkapta ugyanezt a támogatást a körítésben. Igen, tehát hogyha két német csapat játszik ellene, egymás ellen, akkor ugyanúgy láthatjuk, hogy rendesen a Bundesliga által használt grafikák jelennek meg a játékban. Meglett a licensz. Kár, hogy a bajnokok ligája még messze van. Illetve ugye azt a koronik birtokolja. Hál' Istennek. Miért váltottunk a New Balance-t, azt nem értem, de... Ezt sikerült? Ezt? Fú, hát Ádám megint felhozott a térről valami labdát, hallod? Ez az ilyen figyelemelterelés, tudtam, hogy a labdával leszel elfoglalva, de nem annak az értelmében, ahogy kellene. Na nézzük, és megjelent a spré az angol ligában a játék. Ezt nem értem, mert nagyon sokszor két angol csapatnál sincs, nagyon sokszor megvan, tehát hogy ezeken ilyen tök hektikusan jelent meg eddig. De nagyon élvezem a látványát. Picit mindenki koncentrált. Csak az első gólig egy pár másodpercet kibírtok, amíg berúgom az első gólt, utána nem koncentrálunk ennyire. Milyen első gólt? Kapu közelében nem jutsz el. Coutinho lép ki, azt el is viszi, Little Magician, ott egy csel, behúzza bentre, azt nem értitek, azt lúgjuk fel, így van. Megadja? Nem adja. Szépen állítottátok már megint. Tudom, ez a három gól. És ott látod, hogy ezt maximum számológéppel tudja számolni. Figyelted az arcán, hogy ezt mondtam, ott voltak a ráncok, ott látszott, és hát szegény fel kell, nyilván hát felabregálták, megfogja, nem tudják a Spurs játékosai, mert vissza. Igen, hagyják, hadd élje ki magát. Nem kapkodunk. És tovább éneklik egyébként a Never Walk Alone, tehát tényleg, mint a meccsek előtt. És itt az egyik újonc játékosunk. Megjelent a lőtt passz a játékban, ezt mondjuk is mutatom. Ez egy kicsit erősebb, így be lehet indítani a játékosokat nagyon sokszor a védő mögé, hogyha jól helyezkedik. És megpróbáltam előlőbben, csak Hendo nem értette. És ez annyit tesz igazából, hogy tudunk egy ilyen védelmet megzavaró labdát, viszont ez azzal is járhat, mint ahogy most is láttuk, hogy nem annyira tudja lekezelni adott játékos biztosan ezt. Igen, és így kapusnak hazadni pedig kész életveszély. Így van, viszont nagyon gyorsan meg lehet vele gyorsítani a támadás ütemét, tehát hogyha látjuk, hogy a csatár már éppen helyezkedik el és kezd a les határa érni, akkor egy ilyen erős lőtt passzal még el tudjuk őt érni, vagy el tudunk pontosan a védő mögé adni egy olyan labdát, amivel ő gyorsabban be fog tudni indulni, rá tud fordulni a kapusra. Kihasználjuk Harry Kane magasságát, hát ezt Bogdán Ádámunk gyakorlatilag mint anyag Ferrer ellen is remélhetőleg. De nincs, ő fog védeni? Dehogy fog. Na most király nagyon beindult. Az öreg. Nem bírják megállítani. Mi volt ez? Könyörgöm. Firminyót nem egyszerű, ez tény és való. Aki meg akar tanulni a cseleket... Sporik már megint megfélemlítették. Aki meg akar tanulni a cseleket, azt szerintem azt mondom, hogy inkább YouTube videókat kezdjen nézegetni, és arénába gyakorolja be. De nagyon-nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, és nagyon nagy haszna van egyébként. Mint hogy látszik, Ádám sem mindig érti, hogy mi történik. De most már elkezdek koncentrálni, most beszélj te, jó, hogy mi rólok egy gólt. Az majd, hogy ellened nem koncentrálni, az egyenlő az öngyilkossággal. Tehát akkor mit keres ott egyébként, hogy miért jött? Alapvetően, hogy jó tanács, na, és... érdemes egyáltalán nem az előre ívelt játékot alkalmazni, hanem sokszor inkább mindig a hátrapassz, visszapasszok nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni, mert addig van ideje a középpályának, illetve a csatárcsornak is helyezkedni és helyzetbe kerülni, amivel aztán egy ügyes indítással könnyen kapu elé tudunk kerülni. Megjelent egyébként a passzán is ez a second touch, ami volt tavaly már újdonság, hogy a játékos, hogyha nagyon jó volt
a mozgási pontjai, akkor képes volt kétszer beleérni a labdába, tehát hogy a lövés után még egyszer próbált vagy becsúszni, de ezt nem mindenki tudta megcsinálni. Egyszer majd megmondom, hogy hol van a labda, lejátszom neked a replaybe, jó? És akkor tudod követni, nem mindegy. Hát. És ezt már láttuk ugye ezt Southamptonnál, és ez hogy sikerül, mikor Coutinho elindul, valahogy így. Szép. A szegmentesről jut eszembe, hogy ugye a becsúszást is megváltoztatták ebbe a részbe, ugyanis hogyha hosszan tartjuk nyomva a becsúszás gombot, akkor arányosan, pláne hogyha lendületből csúszik be a játékos, annyival tovább csúszik, viszont ha csúszás közben megnyomjuk kétszer a becsúszás gombot, akkor megpróbál azonnal felpattani. Így van, és akkor nem veszítünk ütemet, tehát egy rossz becsúszásból. Hát azért gyorsan, veszítünk ütemet, csak nem annyit. Nagyon gyorsan fel lehet állni, és nincs az, mint az előző részben, hogy egy rossz becsúszás után csak azt látjuk, hogy a játékos elnyargal mellettünk, mert hogyha nagyon jó a szerelő játékos, jó agilis védő van, mint például Moreno, aki most megnézi. Megjelent ugye a testcsel, ezt mindjárt be is mutatom. Igen. Csinálunk egy testcselt, és Ádám azt tudja, hogy hol vagyunk, Moreno elindul, csak gyenge ez. Pontosan, miről beszélsz? Gyenge ez, hogy kitolja az angol válogatott jobb hátvédjét. Nem kitolta, nem tudta bent tartani. Coutinho viszont majd most adja a labdát. Hát Danny Ings az igazából teljesen nézi a meccset, tehát ő közvetíti, de labdában még nem ért. És ilyenkor szokott gólt rúgni, ugye? Hoppá. Hát Eriksen. Nasser Chadli. Nagyon jó. Most, most pedig elindul. Keresztben nagyon szép, és Danny Ings eddig nem csinált semmit, most pedig be is teszi, ahogy már azt megszokhattuk. Az egykori Burnley csatár, aki sztárként igazolt Liverpoolba, gyakorlatilag az egész kezdődésen semmit nem csinált, és egyetlen egy momentum volt. Ez a baj, a hazai pálya előnye egyszerűen. De lejt, nézd meg, észrevette Sturridge, ahogy kilép. Kereszt, és ott a kötény. Ment át. Ott a kötény. Nem értettem, hogy ez miért nem akadt el bennem, de... Hát igen, Danny Ings. Azt mondom, mindig ez van, hogyha egy játékosodat kimondottan így friskázom és szidom, tuti, hogy azzal fogsz gólt lőni. Az első pillanatban. Hát azért azt megnézhetjük, hogy a Tottenham nem jól lépett át eddig a félpályán, de próbálkoznak a srácok erősen. Volt egy Harry Kane fejes. És most megjelent a köd is a játékban, ezt pont ezt látjuk, hogy picit ilyen esős, ködös idő van. És csúszik is a labda, tehát az íveléseknél nem annyira egyértelmű, mi fog történni. És bele tudtál érni? Hát, Martin Skrutel kicsit beletolt. Ezek azok a gesztusok, amiket a játékot életszerűvé teszik, Skrutel jelezte, hogy nem szöglet, hogy kirúgás, fel is tette a kezét. Mindig jelzi, már nem tudom miért. Hát, kell. Ezért, akkor a bíró megadja, ezért igen, ezt úgy adta meg, mint nekem a 3 méteres igen, gesztus. Igen, Ádám kitalált egyébként pár évvel ezelőtt szűkömet, hogy az IA-től én szereztem egy szuper cheatet, amit egy életre megkaptam. Biztos vagyok, tehát hogy ezt hiába próbálod bizonygatni az igazadat élőadásban, ezt senki nem hiszi. És hogy azóta csak azért nyerek, mert az IA szuper cheat. És most nézve nem figyelek oda, hogy Firmino mindjárt indul. Hát ott minek cselezzel? Tehát ott nincs érted. Morénót oldalt megetetni, ugyan például így. Oda fog érni. De nem már. És nézd meg! Szétszerelésnél ilyet szegény, hát mit ártott? És megint kihozott, hogy kirúgás. Megint, Bogdán Ádám. Szögletet nem tudok összehozni. De ez még így sem. Hoppá, Hendo már figurázik, már. És hát Little Magician nem véletlenül kapta ezt a nevet, ott, hogy elveszítse a labdát. Na ez volt az erős passz, átka, hogy könnyen előfordulhat, hogy egy gyengébb labdakezeléssel bíró játékostól elpattan. Játékosok intelligenciája. Sokan lehet, hogy amikor fifáztok, és amikor a védő nem lép oda, vagy rosszul lép oda, akkor mindig jöttek ezek a problémák, hogy jaj, de én nyomtam a gombot, meg jaj, én úgy helyezkedtem. Minden játékosnak van egy tulajdonsága, és azért érdemes egy csapatot jól megtanulni, hogy ki mi, és milyen mondjuk erőléte, gyengébbik láb erősség, milyen fizikuma van, és milyen tehetsége. Pontosan ismered a játékosaidat, és azoknak a helyezkedési kultúráját. Pontosan, mert egy-egy ilyen nem tudok szerelni, mondjuk egy Skrutellel, mert rosszul lép be, abszolút jól van szimulálva a játékban, és van bizony olyan, hogy hiába nyomom meg a gombot, kötényt kap, vagy átlép a labda felett, vagy nem tudja, hogy egy olyan animáció játszódik be, amit igazából hát megtörténhet, és ez azért van, mert ugye 10-ből egyszer ő is hibázni fog. Tehát belerakták azt a véletlenség faktort, ami egyébként megjelenik abszolút, hogy Sergio Ramos ugyanúgy fog hibázni egyszer csak, mint ahogy egy Thiago Silva, igen, vagy egy Dani Alves lehet, hogy felfut, mert úgy gondolja, hogy lesz hely és belépnek mögé. Szóval figyelni kell, és nagyon jól tudni ebben a részben már, hogy milyen játékos, hogy nem akarsz cserélni, valaki tehetséget nem hozol? Nem szükséges. Majd Son akkor fog jönni, amikor jönnie kell. Ha Csádi elfáradt, egyelőre még bírja ezt. Most találtál egy volt az első fél időben, ezt még attól nem ilyek se veszik komolyan. Ja, kicsit figurázzuk. Itt az egyik kommentelő a teszt alatt... Vissza is adod? Húha! Basszus, Sturridge majdnem megint oda mondta, hogy...
A FIFA-ban nagyon ritkán adnak piros lapot a bírók. Hát. És ezt ezúton is szeretném cáfolni, mert hát ez nem igaz. A hátulról való becsúszás az azonnal piros, tehát hogy itt kérdés nélkül a pálya bármely szegmensébe történik. Ugyanakkor ebbe viszont az viszont igaz, hogy nagyon sokszor egyértelmű, brutális faltokat nem fújnak le és nem adnak érte még lapot se, pedig bőven 11-es. De igazából ebben a részben úgy érzem, hogy valami nagyon csúfosság történt a bíróknak a mesterséges intelligenciájával, mert hibáztak a 15-be is, nagyon sok kellemetlen pillanatokat okoztak, és káromkodásra adtak okot, de az, hogy látványos, de tényleg 3 méteres lest, egyszerűen tovább engedi a gólt, ilyennel én még nem találkoztam. Ez a hazadás, még említs meg. És Harry Kane Bogdánál. Jaj, na itt egy FIFA bug, tessék. És pont nem figyeltem. Konkrétan Mamadou Sakho-t hátba rúgta Bogdán Ádám 2 méterről, mert a kapus hibát tüntette föl. Szegény. Hát a lámpaláz. Ádikám. A lámpaláz vagy a köd valami, de hát ezt... Hát majdnem összehozott az Atalannak egy gólt. Ez ilyen kicsit minyol is. Semmi nem volt. Spori, ne csináljuk már. A másik oldalon, amit Ádám beszélt, hogy mit fújnak le a bírók. Nem minden bíró ugyanolyan. Tehát értsük meg most már, hogy a bíróknak... De hogy minden bíró ostoba legyen, azért az, nem, az egy nem kicsit erős. Vannak szigorúak, és vannak nem annyira szigorú bírók. Ezt meg tudjuk nézni, mikor bírót választunk egyébként a játékhoz, ha nem random bíró van. És vannak engedékenyek, és nem. Tehát lehet tudni már az alakról, ugye ugyanazok a bírófigurák vannak. Hogy ki ellen hogy lehet játszani. Van, aki a hátsó becsúszást is még el tudja nézni. És te ezt konkrétan tudod figyelni meccs közben? Persze, ezt lehet online, nagyon rá kell játszani, lehet zrikálni az ellenfelet, sokkal jobban engedi a tépéseket, meg mindent. Hoppá. Felrúgtuk van a Danny Ings-t, de nem indítjuk el Firminyót, mindenki azt hiszi, hogy elindítjuk, hogy megcsináljuk befele a csel, és ott elfog, nem akar. Miről beszélünk? Hát, ha mindjárt nézzük, és most Hendo. De... Na, ez pedig... És ott van Hendo, nagyon nagy, a kapitány majdnem kiszolgált a Sturridge-ot megint. Viszont érdekes volt, mert hosszan nyomta meg az ívelés gombot, és mégis laposan hozzávágta a melkasához az ellenfelednek. Azért, mert nem állt jó szögbe, tehát a testtartása nem tette lehetővé ezt a paszt. És éppen ezért hibáznak, és ez ugyanúgy igaz a lövéseknél is. Ugye a 15-ben nagyon sokszor előfordult, hogy teljesen irreális szögből olyan mozdulatokat tettek a játékosok, amik így a valós életben nem történnek. Tehát a fizika törvényeit hazudtolták meg a mozdulatok. Például most kiket van fordulni a játékosra, láttuk, hogy ilyen megpróbálta megcsinálni ugyan, amit Ádám kért tőle, de ez nagyon-nagyon furcsa mozdulattal, és nem is pontosan. Főleg a hát, mikor háttal passzoltak. Hát ez volt a 15-nek az egyik rákfenéje online is igazából, hogy háttal passznál egyszerűen, halálpontos volt a játékos. Úgy elrontottam. Hát ez nem. És azt hittem, hogy elég fog menni, és lehet kapásból. És roppant idegesítő volt, hogy Cristiano Ronaldo esetében, hogy háttal futott a játékos, és megnyomta az emberke azt, hogy akkor most indít egyet, és ebből a pozíció most futok Hendóval, egy halálpontos indítás most meg végig. Tök pontatlan, és látszik is, hogy egy sütat. És ez is esett majdnem Henderson, tehát látszik abból, hogy ebből előnyt lehet kovácsolni. De miért vagy te ilyen agresszív? Nem szoktál. Ezeket a cseleket meg lehet etetni vele. És csak figyelj, Moreno. Jobban kell figyelni most már. Liverpool szépen görgeti a meccset, igen, ahogy igen, kell. Altatja az ellenfelet Rodgers és a nézőket is. Rászolt a fiúkra, hogy szakó. Szeretleg kommentben lehetne Jocit motiválni egy fokkal. Na, jól lépett be. Most Ádám rossz, ez nagyon nagy laszti. Ádám, jól lépett ki? De igen. És ki tudja ütni Bogdán? Feljebb lépett a Liverpool, ezt láthattuk az előbb. támadó szellemű lett a csapat. Szép! Hát én azt megláttam. Azt én is, az igazság. De hát ugye a FIFA istenek. Meg a velem van. Igen, meg az ilyen csalások, amiket csak te tudsz ebben az országban. Ja, igen, senki más, de én legalább tudom. Na jó, hát nézzük meg akkor, hogy néz ki ez a játék akkor, amikor tényleg játszanak vele, jó? Most nem kímélek. Semmi gond. Ez? Ez kedves egyébként. Tartsd meg jó szokásod. Felléptünk. Nyugi. Altatás van. Nagyon nyomsz. Azt meg tudtam, hogy el fogom keszni. Firmino, ezt tanultuk? Pedig rá is milyen büszke volt, hogy megerül úristen Firminóval, végig mindegy. Fogod cselezni a pályát, és... Végig is, csak figyelj oda, és az baj, hogy beszélt közben nehéz koncentrálni. Hát végig fogod cselezni a pályát, és közben nem lesz a játékhoz. Ennek ellenére Firmino sok vizet eddig nem zavart. Coutinho. De eddigi meccseinken sem. Coutinho-nak kell indulni. Elrúgott 2 gólt eddig. Hol? Melyik univerzumban? Ezt melyik álmodban láttad? De Nix levette, na az új feature, leveti állal a labdát, le tudja venni.
És a first touch, tehát ugye van ez a, amikor a jobb kart megnyomod valamerre, hogy áthassz a játékos egyből oda, kitolja valamelyik irányba, ez nagyon sokat finomodott. A 15-ben gyakorlatilag 3 méterrel tolta meg a játékos a labdát, most nem annyira. Hát azért ez is képességfüggő, mert nálam is valamelyik játékos nagyon szépen maga elé tudja tenni, valamelyik pedig ugyanúgy fél méterrel eltolja és el is cseszi az egészet. Hát Dembélé most épp nem. De hogy tudod, hogy mit fogok csinálni? Nyilván az angol alagot ott átlátszó volt. Ezt elismer. Arra elszálltam. Firmino elcselezgette magát. Sikerült. Na, valaha volt egyik legunalmasabb FIFA mérkőzést produkálnunk. Sokat beszéltünk közben, de amikor bemutatunk majd a játéktechnikára is kitérünk, egy picit mi változott magában a játéktéren belül, amikor így játszunk, akkor majd jobban koncentrálunk és meglátjátok. Szerintem mutassuk is meg akkor, ja igen, egy másik remek újdonság, nekem nagyon nagy problémám volt az eddigi elmúlt 4-5 FIFA részben, hogy egyszerűen a visszajátszás rendszert nem tudták normálisan megcsinálni. Gólok maradtak ki, abszolút helyzetek, kapufák maradtak ki, és teljesen bagatell mód rakta össze a meccs végi visszajátszás. Hál' Istennek úgy érzem az eddigi tapasztalatok alapján, hogy ez a probléma orvosolódott, ugyanis meccs után rögtön megkapjuk ezt a képernyőt, ahol minden fontos eseményt, helyzetet, szabálytalanságot kiválaszthatunk, visszajátszhatunk, vagy akár egy gombnyomással végignézhetjük a teljes highlightot. Ez egész ilyen tévés beállítottságú, tehát hogy azért úgy vágták össze, mint hogy ez a rendes közvetítés lenne, és tényleg nagyon látványos. Azoknál a helyzeteknél, amikor... Kár, hogy a felirat kitakarja. Igen, azoknál a helyzeteknél kéne. Egyébként, amikor valami komolyabb volt, a 15-ben még nem, itt már berakták újból, itt például. A gólodat? Tehát, hogy megvan megint a kommentátor, hogy a kommentátor beszél közben teljesen az egész helyzetben végig. Nem csak azt mondja, hogy gól volt, csak bement, és azt mondja, hogy gól volt. És itt meg végig kommentál ugyanazt a helyzetet, amikor történt valamit. Ericssonnek itt a botladozását nézhetjük végig, de hát Alberto Morinót nem tudta megetetni. Hogyha ez Dembélé elé jön, és nem lenne ennyire shooter. Nézzük meg a játékmódokat akkor, és utána térjünk vissza megint a virtuális térre. Mert ugye bővültünk egy picit, szerencsére az EA ezúttal ebben az évben nem a menü és a külcsín csiszolgatásával töltött az időt, az szinte egy-egy maradt a 15, igen. Egy-két kivétellel, ellenben a belbecs változott. Méghozzá, hát ugye bejött a hölgyeknek a játéka, azt hiszem 16 darab nemzetközi csapattal lehetünk. Így van. A csajok terén, amik nagyon jó pofa, nagyon szórakoztató, esetleg indítsunk is el egyet így szemléltetésképpen. Hát játszunk egy fél időt, nézzük meg. Jól van. Érdekes egyébként, mert a lányok, nem tudom melyik a kedvenc. Ja, igen, ez most bajnokság lenne, tehát International Cup, úgyhogy kick-off, egy kick-off-ot velük. Hát leszek én, most leszek én otthon, persze, mert a csajokkal engeded. Csak a csajokkal engeded. Ami érdekes a lányoknál, ugye, hogy digitalizálták az ő mozgásaikat is, és hát itt tudom, nem, hát külön nem volt még. Ott fönn kell. Igen, és ugye azért a lányoknak a mozgás kultúrája egy kicsit lomhább, nehezebben fordulnak, nem annyira mozgékonyak, ha ez lehet ezt így mondani. Így van, így van. És ez nagyon érződik is a játékukon. Külön jó egyébként, hogy a bekiabálások azok tehát női hangon történnek, passzolj, akkor elfutnak, minden rendkívül jó. Egy-egy becsúszás után hatalmasat nyekkelnek a kis... Bár én a kapusokat túl elasztikusnak tartottam, szóval nagyon-nagyon agilisak ahhoz képest, amit én láttam. Valóságban igen, ott ő nem fog neked az egyik pontról a másikra így úszni a levegőbe, persze, hát így elnyúlik, vagy nem. Hát ki a Hope Solo, ő bármit csinál. Ezt mondjuk alatta kéne szerintem előni, de mindegy, hagyjuk. Nem akarok itt élődásra megtanítani. Brazil-német, ez már önmagában. Egyébként természetesen háttérzene is van a FIFA alatt és a meccsek előtt, csak ezt most levettük, hogy ne zavarjon be az adásba, meg a hangba. De ugyanúgy a számlista ezúttal is. Ez nagyon jó szubjektív, de nagyon jó. Igen, nekem nagyon bejön. Tavaly is bejött, bár így egy év után megnyilvánultam a végére, de ez nagyon jó kis vérfrissítés volt. Hát a lány a középkezdés úgy sikerült, hogy egyik átesett a másikra. Nem tudom, hogy ez az egész meccset jellemezi fogja, vagy ez csak a tesztkedvéért mutatták be. Hát élethű. Na jó, nem. Bár szeretnék én úgy tudni focizni, mint egy-két hölgyemény itt a gyepen.
És meglepően szépek a csajok. Tehát, hogy az azért szépek az animációk. Az képest, hogy rúgják, csípik egymást, nem az animációk, hanem én azt a valóságban is. Nem találtam meg a hajhúzó gombot, ami ezért a lányok fociában, az rendkívül népszerű. És most tényleg egyébként? Hát ők olyanok, hát nem mutatom neked videókat, hogy miket művelnek egymással. Te ezt nem bírnád ki. Hát ahhoz már inkább kérnélek kellemes tökönrúgást, mint hogy azon a meccsen részt vegyél. Nagyon keményen játszák a futball, szóval szívvel, lélekkel, és egyáltalán nem kimélik egymást. Azt gondolod, hogy valaki, hogy a lányfoci az gyenge, hát... Nem figyelek oda annyira, hogy mit csinálsz, csak mindig elveszem tőle a labdát, aztán... Megvannak a testcselek, picit, tényleg azt lehet észrevenni, egy nüansznyit lomhábbak a lányok. Hoppá, I got this, ezt kinyitottam neked. Csak az aktív kontroll el tudás így mentett ki oldani. Jó, sok a duma. Hoppá, nagyon szép passz lett volna. Tehát még animációkról beszélek utána, hogyha megkezdjük a játékmódok utáni bemutatkozás, és gyakorlatilag szétrúgtad a játékos. Erős passz hol számít? Mutatom, indul a játékosom, és be tudom tenni elé, látjátok a védő mögé, és egyből egy olyan szituációt tudja átvenni, hogyha nem lennék most kicsit dekoncentrált, hogy... És dekázik a kapussal, óriási. Hát mindjárt felrúgok. Az a baj, a csajokkal nem lehet ezt a cselezős taktikát alkalmazni, de viszont szerintem következő meccsre szedjük már le ezt a ködöt, mert engem például rendkívül zavar. Te állítottad be. Tudom, hát gondoltam, hogy megmutatni, mint az új feature, de igazából... És megjelentek, igen, a napszakok kapcsán, ha már ködöt is említjük, megjelentek új napszakok, illetve hát új világítás került szerintem a FIFA-hoz, világítás technika. Mert az Anfield Road-on a hajnali fény az így, hát ilyen, kora délutáni fény bekerült. Az Anfield Road-on a hajnali fény, amikor Danny Ings-nek a hajkoronája megcsillant benne. Hát a hajkoronája nehezen nincs, alig van haja. De hogy ezt a paszt én miért akarom mindig erőltetni keresztbe, mikor nem fog elindulni a másik csatára? Az örök álmodozó, aki várja, hogy a kedvenc csapata egyszerre valamiféle erre. Megpróbálom felrúgni az egyik játékosodat így keményen, hogy hagyni a kenyen. Kapus animációk szintén kibővültek, a kapusokat eddig szögletnél nem lehetett igazából nagyon befolyásolni. Ha kijött, akkor lehúztad. Igen, ha már látod, hogy elindult a kapus, akkor vége volt. Most bár nem. Azért ezt megcáfolnám, mert ugye volt a FIFA 15-nél a vége felé egy patch, ami után látványosan elkezdték ezt a kiejtegetést szögletek után, pedig addig egyszer sem. Tehát, hogy így háromnegyed évig egyszer nem volt, aztán ezután a bizonyos... Hoppá, de szép volt. Ezután a bizonyos patch után én nálam nagyon sokszor volt ebből probléma, és néztem is, hogy gyerekek, ez mi? Hát ez... Ilyen eddig nem volt. Most meg is lehet őket előzni a beadásokra. Le lehet ütközni őket. Egy rosszabb képességű kapus alá tud futni a beadásnak, szóval abszolút... Nézzük meg, hogy csinálja ezt a mi Jennink, a magyar születésű Marozsán Jennifer, aki a futballvilág, a női futballvilág egyik legjobbja, és lehet, hogy most ezt be is mutatja Brazília ellen. Na rövid meg? Pedig már kezdtem meg könyörülni rajtad, hogy hát jó, az egész, nem csúszom, mert tessék az csinál, egész, de... Az egész középpályán végigment a fiatal lány, de... Figyelj, mi szólnál, hogyha egy kicsit közönség szórakozhatóbb játékkedvér, mind a ketten ultra támadóra állítanánk magunkat, és akkor adok-kapok beindulhat. Ahogy hallottatok, World Player of the Year, tehát hogy Jenny azért tud focizni. Aki nem tudja, egyébként neki az apukája külföldre igazolt, és ő már igazából kettős állampolgárként láttam, hogy a világot játszott ott a mi csapatokban, majd utána a német válogatott választotta, de Budapesten, Magyarországon született, és itt vannak a gyökerei, szóval lányokról is tudunk, mert egyből adott egy labdát, és már jön is előre, és nem fog tudni ott kilépni, mert a brazil, nem tudom, Tamires, akkor a neve van. Még pont én mondtam, hogy nem érdemes vaktában előrelőtt labdákat erőltetni, és csak azt csinálom. Hopp, és most például elcsúszott, de itt van a védőm között, hogy hiába eltűnt teljesen jó, most még egyszer. Hát ez hihetetlen. Kétszer is elcsúszott a védő lába mellett a labda. Meg nem is tudta úgy beadni, hogy az, mint a férfiaknál, hogy az szépen csavarodik vissza. Hanem hát sok, itt teljesen magad elbeadás volt. A hölgyeknél sokkal jobban számítanak a fizikai adottságok. Tehát ha valaki jó akar rendelni női csapattal, tényleg nagyon értenie kell, ki mit fog csinálni, vagy hogy ki mire igen, képes. Ők nem technikásak. Gyakorlatilag, hogy azt a cikkben is írtam, nekem abszolút az a benyomásom, hogy ilyen kétcsillagos, ilyen szaúd-arábiai csapatok technikai szintjén állnak, és ez tényleg nem sértés, csak hát ez van. Így nem lehet velük úgy cselezni, úgy passzolni. Miért nem mozdultál? Még egy ütem lett volna ebbe. Hát megint köszönjük. Nem hiszem el, mert őrd be Jenny, akkor most már. Hoppá! Szép. Örülök, várjál. És lefutunk csak egy új örülési mód, Jenny a kamerába örül. Hoppá! Igen, mert hogy megjelentek, ahogy lehet ugye
gyakorlatilag kontrollálni a gólörömöt, és megjelent kettő darab új változó. Az egyik az, hogy a kameramenhez megyünk oda, akkor ugye Messinek van ez a Mester 3-as, tehát tipikus, hogy beleszámol a kamerába, tehát megjelentek ezek a kamerába való ürülések, puszit dobnak, illetve le lehet menni a csapattársakhoz, és akkor a csapattársakat kezdi el ölelni még lent a cserepadon. Ugye, tehát, ez hogy, a tavalyiban annyiban merült ki, hogy ha a szögzászóhoz futottál, akkor az elrúgta, vagy elütötte, ezek bővültek. Igen, hát nem is akarom, hogy megint kivezetne, mindegy, ezt hagyjuk is. Ez egy kettő. Kérlek, kaptál meg egy ajándék volt, és erre most büszke vagy. Ajándék volt. Jó, hát nem, majd persze. Jenny, te majd, amikor beolózom, én majd leszek büszke, te pedig a 16-oson lepassz, számodra odaadott labdát. Nézzük akkor a játékmódokat. Erőltessük annyira a lányokat, mert előttünk mindegy a 63-as labda birtoklás, ez nagyon erős. Hagytalak most, érted, élőadáson. Szóval a lényeg az, aki a lányokat ki szeretnék próbálni, mindenképpen arra figyeljen, hogy kicsit lassabb, kicsit lomhább foci, viszont lehet velük szépen játszani, de a trükkök is másak. Tehát, hogy míg a Cristiano Ronaldo és mondjuk egy Henderson is, vagy egy Coutinho is különböző technikai cseleket, átlépéseket használ, egybeleéréseket használ, a lányoknál ez más, ők nem azokat a technikai elemeket használják, és hogyha ugyanazt a trükkös paszt szeretnéd megcsinálni, nem fog úgy sarkazni, vagy nem fog úgy külivel beleérni, mert egyszerűen nekik más a fizikájuk, és tényleg ezt jól szimulálták a játékban. Azokat a trükköket meg kell tanulni, nagyon hatásos tud lenni. A játékelem egyébként annyira nem változott, tehát a lőtt passzok, az ívelések, stb. Egy picit lassabb, de ha megszokod az ütemet, akkor viszont tök jó. Hop-hop. Lehet, hogy leestél a... Itt ezt meg gondoltam, átváltunk az Ultimate Teamre, hiszen ide érkezett a másik komoly újdonsága a játéknak, ugye az Ultimate Team mód bővült ki egy újabb ilyen almóddal, ez a Foot Draft. Hajjaj! Pedig ez hozzá lett adva. És hogyha most egy SMS fog küldeni, akkor nagyon haragudni fogok az Origin rendszerére, de úgy néz ki, most jó lesz. Szóval a Foot Draft módnak a lényege, hogy gyakorlatilag teljesen független a te Ultimate Team csapatodtól. Itt az a baj, hogy ezt most nem tudom megmutatni, mert a nevezési díj igencsak drága, tehát 15 ezer aranypénzbe kerül, hogy te elindulj egy ilyen Foot Draft versenyen. Viszont megéri. Azért éri meg, mert itt ennek a lényege gyakorlatilag, hogy 5 szimultán meccset játszhatsz le egymás után, mindegyikben nyerned kell, olyan, mintha kupát játszanál gyakorlatilag. Amint kikapsz, akkor véget ér, és ameddig eljutottál, annak megfelelően kapsz egy ilyen komolyabb jutalomcsomagot, amiben én eddig egyszer tudtam így az éles verzióval játszani. Sajnos a második meccsemen nagyon szerencsétlen körülmények között elbuktam, úgyhogy egy győzelem után is már egy prémium arany csomagot, egy sima arany csomagot és egy silver csomagot adott a meccs pénzdíja mellett, úgyhogy gyakorlatilag ez a 15 ezer coin már egy győzelem után is visszajön, úgyhogy el lehet képzelni, hogyha mondjuk mind az 5 meccset megnyerjük, akkor mit kapunk. Ezt én kint a Gamescomon beszélgettem a fejlesztővel, és ő mondta, hogy gyakorlatilag nagyon, tehát majd lesznek majd jumbo csomagok is ugye a későbbiekben, amiben sokkal több rare gold játékos van, illetve kölcsönjátékosokat is kaphatsz, akár a Legends szintű játékosokból, ami ugye csak az Xbox verziónak a sajátja, hogy legendás játékosaink lehetnek, mint például Deco vagy Laundrup. Én mivel ilyen előrendelői verzióm van, ezért szerencsére rögtön az elején már kaptam is pont egy Laundrupot, egy Dékót és a kedvencedet. Lalaszt. Hát tényleg az amerikai Lalaszt, hogy fél ide, én szeretem, az amerikaiak nagyon aranyos és kedves válogatott, de talán csak most kezdik el utolérni a világ futballját, de Lalaszt szerintem mindenki ismeri a hajáról. De az, hogy ő egy remek védő volt, ezt azért így nem tudom. Nagyon egy rossz véleménnyel vagy róla, pedig tényleg beraktam a játékba, működött. Hát a 90... Esetleg kipróbálod? Játszol egy meccset az Ultimate Team-mel? Nézzünk egy meccset az Ultimate, nézzünk egy meccset, akkor ezt fogom magam. Mert addig én meg elmesélném a szívfájdalmamat vele, ami már a tavalyi évben is... Azért, akinek ez új, ezt szerintem érdemes annyit elmondani, hogy gyakorlatilag itt saját magad alakított ki a csapatodat, számít az, hogy... az elejéről. Annyira nem menjünk bele, mert ez nagyon-nagyon hosszú téma, de lényeg az, hogy a FIFA-nak igazából két módja, aki új játékosnak mondom, két módja különült el, maga a rendes FIFA, ahol valós csapatokat játszol, és van egy kvázi fantázia
csapat összeállítás, Fantasy Liga, és ez maga az Ultimate Team, ahol te magad állítod ezt a csapatot, az edzőt is te választod, és össze kell játszani a csapatban azt, hogy ugyanolyan bajnokságban, ugyanannál a csapatnál. Igen, gyakorlatilag a csapatodnak az összműködése, akkor talán hagyjuk is ezt, mert igazából a mérkőzés közben nincs semmi különbség, ugyanúgy játszol. A lényege az, hogy ezeknek a játékosoknak összhangba kell lenniük egymással, ettől tudnak jól működni, és én eleinte én ebben nem hittem annyira, hogy ez most annyira fontos. Volt egy jó játékosom, ugyan nem illett bele a csapatba, de most egy Neymart berakok előre, mert miért ne. És egyszerűen tényleg érződött, hogy Neymar nem úgy mozdul, nem úgy indul be a helyzetekre. Egyszerűen érződött, hogy nem passzol bele a csapatba, és éppen ezért nem úgy mozgott, ahogy az megkívánta a csapat összhangot. Igen, hogyha nincs meg a chemistry, itt ugye látjuk főn, de 100% Ádámnak a chemistry, hogyha nincs meg ez kémia igazából, a csapat összetartó erő, nem tudom, hogy mondjam, nincs meg ez a működés, összhang, ez lenne a legjobb szóra. Nincs meg az összhang, akkor egyszerűen a csapat tényleg nagyon bután kezd el mozogni, és egyébként a játékban is megfigyelhető ez, hogyha mondjuk bal szélsőt, mondok egy teljesen valóságból szedett példát, Jordan Ive a Liverpoolba elkezd játszani jobb szélen, és ő tipikusan bal szélső, és nincsen jobb szélső képesítése, vagy nincs jobb szélső posztja egyébként a játékban se, ez azt jelenti, hogy abban ő nem fog tudni úgy elindulni, vagy nem fogja látni azokat a kis lyukokat, ahol neki be kéne lépnie, mert egyszerűen nem tud azon a poszton jól játszani. És aki azt gondolja, hogy ez nem hátrány, hogy ezt majd lehet elesőzni, nem lehet. Nem lehet, mert egyszerűen azt veszed észre, hogy a védő mindig lefedezés, az a játékos majdnem, hogy izolálva lesz a játéktértől, mert nem lép be azokba a lyukokba, ahol mondjuk egy Raheem Sterling 15-ből 15-ször magától elindult folyamatosan, mert és nyitotta neked a helyet. És ahogy mondtam, futballszimuláció, tehát az, hogy a pályán hol lesz hely és hol lesz lyuk, azt a játékosok mozgása inspirálja, vagy a mozgása gyakorlatilag annak kapcsán alakul ki, és itt már fontos az, hogy kinek milyen futball intelligenciája van, és itt is, hogy összeállítod a csapatodat, akár online meccsnél, nagyon érdekes, hogy ezt mennyire tudod kihasználni. Megint csak azt mondom, hogy Coutinho, Raheem Sterling tavaly a Liverpoolban folyamatosan keresztbe futkosott, méghozzá azért, mert az attacking és van egy védekező támadó tulajdonképpen rátája a játékosnak, és mindenkettő, hogyha magas, akkor védekezni, támadni is fog a játékoson. Egy Balotellinél például nem volt védekezés, tehát hogyha ő előragadt, nem jött vissza. Na most ezzel mínusz egy játékos, és nem tudtam olyan jól zárni a középpályára, mert már egy játékos hátrányban voltam, ahogy elindult. Visszatérve, az ellenfél. Én úgy vettem észre, ugye tavaly nagyon sok visszaélés volt itt az Ultimate Teamben a játékos vásárlásokkal kapcsolatban. Voltak ilyen üzér oldalak, amit halkan mondom, én is igénybe vettem. Így szereztem meg Lewandowskit és Neymart. Ennek gyakorlatilag az volt a lényege, hogy valós pénzért ők neked megvettek egy olyan játékost, amit te irreálisan nagy összegért felraksz ide a marketre, és ezért te valós pénzért kapsz coinokat, mit tudom én, 500 ezeret vagy 1 millió coin. Ami irreálisan sok a játék, igen, vagy nem annyira, mert mondjuk egy Messi 2-3 millió coinba került, így viszont Neymart meg tudtam menni, aki 600 ezer volt, azt hiszem Lewandowski meg csak 200 ezer, és így tudtam rájuk szerteni, mert ennyi pénz, mondjuk ilyen millió coinokat összefocizni, azt irreálisnak tartom. Na minden esetre pont emiatt nagyon sok biztonsági lépést tett az IE, tehát maximalizálta a játékosok árát, tehát nem lehet irreálisan sokat beállítani egy játékosnak, hanem megvan, hogy mit tudom, ezt a játékost 5000 pénzért többért nem fogod tudni eladni, mert nem engedi az a beállítás. Igen. Viszont azt vettem észre, hogy ebben a részben drágábbak lettek a játékosok. Minden játékos, akit a tavalyi részben meg tudtam venni, mit tudom én, 1000 aranyért, az itt most már ilyen 2-3000 arany, ami fontos, pláne felsőbb kategóriás játékoknál az arányosabb nagyobb. Meg kellett dolgozni, igen, abszolút. Még az FIVC módot mutasd be, kérlek. Az egy nagyon fontos dolog, amit hozzáadtak a FIFA-hoz. Ugye a FIFA Interactive World Cup az nem más, mint a FIFA-nak folyamatosan megrendezésre kerülő nemzetközi bajnoksága. És nem vagy benne a futball az éve? De benne vagy, elépjél ki egyet, igen. És ez azt jelenti, hogy a nevezés online zajlott egész eddig, csak eddig az ellenkező konzolmárkán lehetett egyedül játszani, illetve offline selejtezők voltak különböző megrendezett eseményeken. Ezúttal viszont úgy döntött az IE, itt láthatjuk, hogy Ádám mutatja, hogy a játékon belül tartja meg a selejtezőt, 4 darab kvalifikációs torna lesz majd, és gyakorlatilag bárki bármilyen csapattal indulhat ezen. A lényeg az, hogy 90 meccs van benne ebben most ugye látjuk, hogy a competition statusnál, hogy egyetlen egy nap van még hátra, és hogy Ádám hány meccset játszott, láthatjuk, ki az első, ki a második, milyen divíziókban vannak.
90 meccsed áll rendelkezés, és a legjobbat hozd ki magadból, és az alapján te majd tovább fogsz lépni a kvalifikációba. Miért érdekes ez a mód, miért más, mint a többi? Minden csapat összes játékosa 85-ös tulajdonságponttal rendelkezik, posztonként változik. Tehát a védőknek ugyanolyan védő tulajdonsága, kiemelik a védő tulajdonságot, de mindegyik 85-re van kihozva, a középpályásoknak mindenkinek gyakorlatilag úgy van összeosztva, megint csak a tulajdonságpontja, hogy 85 legyen, de nincs eltérés középpályás között, nincs olyan, Cristiano Ronaldo gyorsabb, nem gyorsabb, ugyanolyan mindenki a középen, a védőbe, kapusként, stb. Éppen ezért végre a magyar válogatottal is gyakorlatilag bárkivel partiba abszolút lehetünk. Igen. Nincs különbség, csak ugye a posztok között. Tehát, hogy az fontos, meg ugye a láb. Igen, fontos a kettő dolog van, ami fontos, a fizikum, mert a játékos magasabb lesz, nagyobbat fog ugrani. Tehát azt ott nehezebb lesz ugyanúgy ellökni. Igen, nehezebb lesz ellökni a kisebb játékos, mert ugye az is erős lesz, most játszom majd online, fel fogsz tudni lépni. Nem tudom, meglátjuk. És gyakorlatilag a nagyobb játékosnál számít ez majd helyezkedésben, a gyengébbik láb számít, de a poszt. Tehát megint csak azt mondom, hogy ha jobb szélső játékos nem tud játszani, és mi mondjuk bal szélen, de mi kicseréljük bal szélre, nem fog tudni jól mozogni, ez számít ugyanitt. Addig itt megnézegethetjük a test nélküli cseleket. Hát Kádár bemutatja azokat a cseleket, az élőben meg lehet tudni csinálni. Én már háromszor elbotott volna a labdába, ha ez megpróbálja. Itt hogy gubancolja össze a lábát, azt nézhetjük Kádár Tamásunk. Newcastle-ből sérülése után így rakták össze, hogy ilyet is tud már. És éppen ezért én nekem hirtelen a kedvenc játékmódommá vált, mert egyszerűen fair. Mindenki ugyanolyan erőviszonyokkal küzd, attól, hogy kinek milyen fizimiskája van. Tehát, hogy így lehetsz a tényleg a kedvenc csapatoddal, még hogyha az ugye nem a Real Madrid, Barcelona is így a felső kategória, és nem lesz ebből a hátrányod, sőt. Abszolút, abszolút. Te pauzoltál? Nem, kolléga úr, úgy néz ki. Az első fél időt? Jó. Vagy nyomom az első fél időt? Az első fél időt. Majd utána én megnyerem neked a meccset. Így van. Ha valami valósul el, akkor jön az EA cheat. Egyébként érdekes, hogy ebben a módban, tehát persze most fényezhetem magamat, nem. Az online szezonokban, aki sokat játszott, azért az nagyon relatív egyszerűen felmegy a harmadik, negyedik osztályig. Mindig ott gyűlnek össze azok a játékosok, akik össze-vissza buknak az első és a negyedik között, és a harmadik, negyedik osztály talán a legnehezebb az online divíziókból. Aztán onnan felmenni a 2-1, ez már sokkal egyszerűbb, sokkal szisztematikusabb játékot lehet követni. És ebben a játékban is azt tudom mondani, hogy az online divíziók az online seasonnek az elején gyorsan fel lehet menni, és nem is volt igazából problémám. FIVC-nél viszont volt, mert itt a kiegyenített játékos tudásnál nagyon-nagyon sokat számít már az, hogy ki hogy használja ki a helyezkedést, és nagyon-nagyon nem volt annyira egyértelmű az online seasonben az elején, hogy ki tudtam egyébként harcolni a rutinom által. Tehát nagyon-nagyon nehéz volt már itt érvényesíteni ezt a tudásbeli különbséget, még hogyha volt is. Hogy többet tudtam támadni, vagy meg tudtam találni a kis réseket, akkor is sokkal nehezebb volt a befejezéseket úgy eszközölni, mint... Nagyon jó. A Liverpooli kapus már megint, hiába felturbózva, de... Jók a kapus edzők. Felturbózva? Persze, jók a kapus edzők ott. Egészen eddig a pillanatig kellett, hogy megszólaljak. Én ilyenkor szoktam egyébként kilépni, mármint úgy, hogy még ezelőtt, amikor láttam, hogy szagadt, akkor a FIFA-ban nem tudom, ezt még gondolom, mindenki tudja, a tavalyi szezontól, 15-től megjelent egy Mutual Quit nevű részben, ami azt jelenti, hogy nem csak el lehet hagyni a meccset, hanem meg lehet kérni azt, hogy mind a ketten hagyjátok el a meccset, ugyanúgy a leaderboardot kell egyet arrébb tolni, és az elején, hogyha ezt az első, azt a tizedik percig, talán a játékbeli tizedik percig csináljátok, akkor senkinek sincsen pontlevonás. Az azokra a helyzetekre jó, amikor ugye 0-0 van, és látod, hogy az ellenfele iszonyatosan lagol, valamit elkezdett tölteni, ott van apukája, tök mindegy, és nem tudja, így például, nem tudtok játszani, igen, nem tudtok játszani, ilyenkor lehet felajánlani, hogy mind a ketten lépjetek ki, senkinek se veszteség, viszont legalább a játékélmény nem szenvedi ezt meg, mert... Igen, az a baj, hogy itt most harmadszorra próbáltam volna előni, de pont akkor lagolt be, amikor megnyomtam, és mégis inkább tovább tolt a lövés helyett. Úgyhogy lehet, hogy ezt a bölcs tanácsodat igénybe veszem. Hát most már nem tudod, mert vezet ilyenkor, mert ugye ő hátrányhoz jutna kilépni, tehát innentől már nem fogod tudni. Maximum azt tudod csinálni, hogy ezt az FIVC meccset elveszted, és lesz egy DNF rá. Hát ez nagyon kemény. Ez sajnos így élvezhetetlen. És hogyha már itt az online kódról beszélünk, ez sajnos a... ez így sajnos játszhatatlan. Ha az online kódról beszélünk, ez sokkal nagyobb probléma az Ultimate Team játékmódban, ahol ugye nem babra megy, hanem arany coinra és a játékosoknak a fáradtságára és a kontrakt, tehát hogy a szerződésüknek a kijátszására. Ezt azért megpróbáljuk, de nem. Na jó. Igen, rutinos fifások ezt értik, hogy ugye minden játékos, akkor részt vesz egy meccsen, akkor gyakorlatilag próbáld meg. Nem hiszem, hogy bele fog menni, mert ugye vezet egy nullára, de
és akkor 15-ben volt itt egy bug, de mindegy. Szóval a coinok és a DNF rát, az a DNF rát annyit jelent, hogy did not finished, vagyis nem fejezted be a meccset. Ezt mondom, hát igen, nyilván nem fog. A probléma itt az volt, hogy az Ultimate Teamben sajnos ebben a változatban még van egy olyan központi szerver probléma, ahogy én hallottam, hogy a PC-s játékosokat is sújtja, hogy konkrétan nem tud befejezni a meccset, és kilép a játék, megszakad. Neked beírja a veszteségnek, a másik győzelemnek, de nem te léptél ki hivatalosan, csak valamiért megszakadt a kapcsolat az EA szerverre. A probléma az, hogy ilyenkor a did not finish rátád növekszik, és annál kevesebb aranyat kapsz egy-egy meccsért, minél magasabb ez a rátád, amit nem lehet nullázni. Tehát nem lehet az, hogy írok az ilyenek, hogy bocs, figyelj, mégsem léptem ki, nem veszik figyelembe. Megmondom őszintén, én tavaly ezt megtettem, mert én tényleg soha, de soha nem lépek ki így a meccsből. Elverhetnek 5-0-ra, anyázok magamba, de ennyi. Soha nem lépek ki, mégis olyan borzalmasan rossz volt a did not finish rátám, hogy gyakorlatilag már alig kaptam pénzt, vagy hát aranypontot a meccsekért. Önhibámon kívül, ami egy borzalmas dolog. Abszolút. Most kint a Gamescomon beszélgettem is a fejlesztővel erről, hogy tudnak-e erről, és ha igen, akkor ugye kijavítják. Hát ott elkezdett hebegni, havogni az IE-s kolléga, de most lépjünk ki ebből, mert ez itt tényleg játszhatatlan, és mondta, hogy hát igen, tudnak, de hát ez sajnos nem olyan egyszerű, mert itt ez egy összetett dolog, de hát ez azért jött létre, hogy elkerüljék azt, hogy az emberek rage quitteljenek, és csak úgy merészeljenek kilépni, de mondom, hogy én ezt értem, és ez nagyon jó, de én, mint aki nem lépek ki, én szívok ezzel, mert... Így van. És azt vettem észre, hogy eddig még csak olyankor történt, amikor vezettem. Hát online azért az nem feltétlen sűrű, de amikor 4-0-ra vezetsz a 85. percbe és dob egy ilyen kilépést, akkor azért úgy nem túl kellemes. És ezt csak azért hoztam föl, mert reménykedtem, hogy ez javult az új részbe valamilyen szinten, de sajnos nem. Addig esetleg egy kis skill challenge-et bentadhatnál. Igen, ezt te nézve, annyit... Igen, amit és sajnos már az elmúlt, mit tudom én, körülbelül egy olyan 20 meccsen, 30 meccs alatt ez háromszor már előjött. Igen, a probléma ezzel az, hogy komplexen lássátok, hogy kevesebb aranyat kapsz, de ugyanannyi az idő befektetésed a játékra, és gyakorlatilag jóval lassabban kezdesz el haladni. Tehát ez nem abszolút... is haladni, pénzt gyűjteni, igen, mert játékosok pénz kell ahhoz, igen, hogy építsd a csapatodat és egyre jobb játékosokat tudjál vásárolni. Hogy mit mutatom nektek most, ezek a skill dribblek gyakorlatilag egy kis ügyességi tréning a játék során, amit azt mondom, hogy mindenképpen érdemes gyakorolni, mint látjátok, én nem vagyok hozzászokva Messihez, nagyon keveset játszok vele, és nem is nagyon érzem azokat a rúgás erősségeket, ami neki kell, mondjuk egy Sturridge-a, ezt valószínűleg végig tudom neked vinni, úgyhogy hibátlanul. De ezt érdemes gyakorolni, mert a játéknak a mechanikája megváltozott. Megváltoztak a rugások méghozzá úgy, hogy jobban csapódik lefelé a labda, viszont sokkal-sokkal érzékenyebb a... Hát látszik is, hogy kivezeti a... Már nem én vezetem, de barátait közül, de azért ott az első helyre Ricsi! Az első helyre majdnem oda értem, Ricsi, nézzenek meg itt titkon! Van mit megdönteni, na mindegy. Tehát ezeket a játékot nagyon jól kihegyezték most már, és aki újonc a FIFA 16-ban, hogy nem annyira van tisztában a kontroller, mindenképpen azt mondom, hogy gyakorolja, mert nagyon sokat fog számítani az, hogy ezeket a nagyon pici finiseket, lehet, hogy itt nem látszik, meg úgy gondolod, hogy egyszerű, nem, hidd el nekem, hogy nem, és nagyon jól lehet helyezni már a kapuba a labdát. Igen, gyakorlatilag itt megtanítja a játék, hogy hogyan helyezze a labdát. Így tehát van. Hogy ne random nyom meg a kapra lövés gombot és valami lesz, hanem itt, hogyha ezeket a skill challenge-eket sokat gyakorolod, mert muszáj lesz sokat gyakorolni, mert baromi nehezek tényleg, gyakorlatilag tényleg megtanítja helyezni neked a labdát. Ez sok oldal nézetből is, mert én azt vettem észre, hogy amikor az arénában gyakorolsz, akkor ugye a hátsó kamera, tehát gyakorlatilag ezt a Bia Pro nézetet látod, ott egészen másképpen lehet helyezni a kapralövést, tehát hogy sokkal egyszerűbb, persze, igen. Gyakorlatilag szemben vagy te is a kapuval, így oldal nézetből egészen másképp kell, és gyakorlatilag ezekkel a shooting challenge-ekkel ezt nagyon-nagyon jól megtanítja. Jó, Ricsi egyszerűen itt titkon? Titkon gyakorolt egy picit, mutatunk még valamit, ez... Skill game, mutatok nektek valamit, aréna. Mindenki ismerős, kiválasztod a saját játékodat, de azt most éppen lányt választott ki. Mit tudunk csinálni? Tudunk egy olyat csinálni. Select sides, ez egy újdonság, átadjunk szépen a másik oldalra, neked nem kell. És most egymás ellen játszunk az arénában, és én vagyok a kapus. Tehát tudunk, hogyha akarunk, és ugye biopróba tudunk kapusra is lenni, tudunk gyakorolni a kapussal most már az arénába, és tudjuk gyakorolni a kijelzéseket. Ezt is meg lehetett mindent oldani. Meg lehetett, de ez így most nagyon közvetett, és ugye a játék is mutatja. Hát nem tudom, mire a lányokat próbáltad, de... Mert szépek. Szépek. Azért szépek. Még egyet kérlek. Jó, nézzük meg. Jó, most kifutok rád. Félsz? Jó.
Na, What? Ez... én olózni akartam, csak csajokkal ez nem olyan egyszerű. M. Arnold odaért. Gyere, íveld be, gyere, melegíts be. Ó, ezt leszedi, hát ugyan már. Kis rúgom, tessék, fuss el utána, hozd vissza onnan. Küld el a labdát, lesz-e? Jó? Nézd meg, hogy jót is a gyep. Te meg addig hozzá légy szíves kulacsba vizet, jó? Na, nézzünk egy olyan dolgot, ami rendes mérkőzésre. Jól van, mondjuk egy örök klasszikus rangadó. Egy Barcelona Real Manchester, jó. Szeretnéd? Örök klasszikus. Te figyelj, most eddig te voltál a kedvenc csapatod, de most én is hadd legyek. Ja, most cseréljük vissza, mert te vagy az Ádámos customers téma. Te legyél otthon, legyél te is a kedvenc csapatoddal is. Nézzük meg, hogy mit tud a Mária kicsit. Celta Vigo! Mit tud a Celta Vigo? Mit tud a Celta Vigo Barcelona ellen? Megnézzük. Nézzük meg a Real Madridot. Vedd már komolyan. Jó. Hát ez nehéz. Jó. Cristiano versus Neymar. Nagyon jó. Igen, szedjük ki ezt a labdát, meg ezt a... Nem, nyár van, és... Tényleg állíts be azt a fajta szép reggeli napsütés, hát az nem álmodozol az Anfieldról. Én inkább este játszanék, ez én esti rangadó, nem? És ezt a labdát, ezt átváltanak. Hát ez komolyan, mint egy bármi a Liverpool meccs, nyilván. Komoly csapat. Nem randol. Komoly stadionban. Difordja, komolyan. Hát ilyen beszélgetések szoktak egyébként zajlani köztünk és Ádám között, aztán végén mindig sír, elmegy cigizni, hogy valami történik, és akkor meghallgatom. Nem tudom, miért került, pont barátom kérdezte, hogy hol van a zsebkendő. Én pedig hírom neki, hogy nézd meg a gép előtt, a fotel mellett, mert hát múltkor ugye Jocival játszottunk, és az a legutóbbi Barcelona, jaj, tényleg az nem akkor volt. Az előkészítettem azt, hogy nekem kellett volna használni. Igen. Hát Bél Ronaldo, hát ezt nem nagyon lehet, nem lehet, ez így a jó. Mondjuk Pepét ezt én kicserélem Varánra, mert Pepe az előző meccseken mutatott olyan mozdulatokat, hogy ettől... Fú, nagyon kemény volt. Ugye ezt tudni kell, hogy a FIFA egy élő rendszert használ, ez a Matchday Live rendszere, ami tulajdonképpen azt csinálja, az angol ligában ez nyomon követhető, hétről hétre mindig az adott csapat felállását online megváltoztatja, az adott felállásra, amit játszott a csapat, hát illetve mondjuk ebben az néha angoloknál megvan, és végignéztem Liverpoolnál, megvan, és gyakorlatilag abban a felállással fogsz kezdeni, aki sérült, az lekerül gyakorlatilag a cserepadon kívülre. Itt is látszik a háttérben, hogy most sajnos a Real Madrid áll az első helyezett, igen. Vagy az első láthatjuk, helyen, hogy ötödik helyen a Barcelona, ott a nevük fölött halványon. Tehát igen, és látjuk, hogy hol állnak, illetve látjuk azt, hogy a támadó és a középpályás szekció kapott a Real Madridnál kiemeléseket, játékos kiemeléseket. Ilyenkor azok a játékosok ügyesebbek lesznek bizonyos pontokban, illetve aki gyengébb, az valóban rosszabbul fog teljesíteni. Dani Alves szerelés kísérlet, hogy ez mi? Vagy csúszszál be neki? Vagy ez mi? Pontosan igen, ezt most én is értem. Azok becsúszás. Nem érted el. Felvezetés el, persze. Ne gyakoroljál itt. Nem beszéltem, játéktechnikáról beszélünk. Mutogathatod a skill challenge-eket, de én egy szoros becsúszást. Nem engedélyez el nekem, játék, jó, oké, okay, értem. Hát abszolút értem. Nem. Nókám, megmutat, igen. Hát spanyol liga még nem kapta meg ezt a jutós támogatást, mint az angol és a német, viszont a koreók azok gyönyörűek igen. Szintén, ez így benne volt már 15-ben, és itt még egy kicsit tovább csiszolták. Jaj, hát tényleg azért azt tudni kell, hogy a Real Madrid viszont ebben a részben különleges figyelmet kapott. Ugyanis a... Hát stratégiai partnere lett az Electronic Arts-nak tulajdonképpen. Így van, mégis messzi van a címlapon, mint ez érdekes. De az arcukat is egy komolyabb technológiával, nem is talán technológiával, de sokkal hát komolyabban szkennelték. Igen. Hát, de hát nyilván a többieknek is beszkennelik, ezért így annyira nem értettem, hogy a Real Madridnál miért, hogy szkennelték, így még közelebb kellett ülniük? Nem, egyszerűen, mert nem minden játékosnak van pontos arckennye, csak a nagyoknak volt eddig, ez folyamatosan volt hozzá a játékoshoz. Most ebben a részben a Real Madrid összes játékosa megkapta ezt. Jó, a tökéletes erről szólt, hogy még Hesse is? Nem, persze, nem most, nem, most mindenki, az összes játékos megkapta a tökéletes kent, és ide egy kis sztorit, egy vicces sztorit tegyek hozzá. Megvan azért az íj és arcokban a vicces hajlam, ugyanis Akinfenva, gyakorlatilag a Wimbledon játékosa, óriási Liverpool szurkoló. Annyit kell róla tudni, hogy a játékosunk úgy néz ki, hogy nagyjából 180 centi magas, de 102 kilós izom. Egy izmos néger játékos, és ráadásul nem is focizik rosszul, egy gyors, tényleg... De hogy így ránézel, és egyszerűen egy hordó. Igen, az a becenev, hogy The Beast, a szörny egyébként, és az ilyesek avval a kis kedvességgel hívták fel, hogy jöjjön be, ugyanis ő a FIFA legerősebb játékosa, tehát ő a FIFA-ban a legerősebb játékos, ezt még elmesélem, jöjjön be az irodába, és beszkennelik őt egy az egyben. És ez meg is történt, és Akinfenva annak ellenére, hogy a második ligás Wimbledonban játszik, egy az egyben úgy szerepel a játékban, hogy kinéz élőbe, tehát van humorérzék a FIFA srácoknak, és ez egy tök jó gesztus volt egyébként. Csinálták is úgy
hát a játékban, hogy kinéz. Hát Balázsunkról lenne itt egy történetem, amit majd mindjárt megosztom. Jaj, tényleg. Hát tudják, Balázs, hogy kerül a FIFA-ba. Egyébként ez nektek köszönhető? Hogy egyáltalán igen. A magyar kommentár még annó ugye volt a FIFA-ba egészen a tavaly előtti részig. Igen, akkor mikor az új engine megjelent. És ugye a magyar verzióban ő volt a borítóképeken is. És ez igazából a ti munkásságotoknak köszönhető, vagy ez? Hát ezt mindjárt elmesélem neked, és mi róla, egy picit koncentráljunk egy 5 percet, hogy egy kicsit a játékból is kihúzzuk, amit lehet. Én majd koncentrálok, te pedig beszélj nyugodtan. És addig legalább bólokat is látnak. Spori! És látjátok, nincs előnyszabály. Tehát nem az, hogy valaki szabálytalan volt egy picit, azt sem mondta, hogy kit rákodj, semmit. De ezt azért nem bánjuk, hogy nem mondta. Hát ki mondta volna, akkor nagyon lett volna magyar adlib egyről. De hogy semmit, azt sem mondta, hogy srácok, ez egy picit, ezt nem kéne. De hogy érsz oda? Ügyes vagyok. Hát ezt megszokhattuk, tartja a labdát, a Real jön a first touch, Sergio Ramos, és egy szép kezet is bemutatott. Le is fújta. Beállítottam a kezezést. Köszönöm szépen, ez annyira aranyos volt. Hát Sergio Ramosnak a technikai, és adsz egy sárgát, hogy most ért vissza, vagy nem, kifújja, nem lefújja. Ó, itt a spray, most lesz, akkor nézzük meg. És ki is méri akkurátusan, és összefogja. Viszont tényleg ezt te vetted észre, hogy ugye pont a fél idő előtt volt egy szabadrugás, hogy akkor beszprézte a bíró, majd fél idő, és miután kijöttünk a fél időről, még mindig ott volt. Hát 15 perc nem volt elég ahhoz. Igen, ez egy ilyen speciális nehezen száradó fajta volt. Megvan Messinek az új tetkója, ez mindenképpen kellett. Igen. Köszönjük szépen. Aha, jó van. Így van. Kélornál ezt nagyon-nagyon. Nagyon bátran. Nagyon nyugodtan nézte ezt végig. Most csak egy picit koncentrálok azért, hogy ne legyen ez ilyen egy oldalú. Igen, egy oldalon előttem, 40-re egy szabadrugás, ami majd nem bement. Na azon, hogy cselezgetni akarok velem, hogy látványos legyen, és nem annyira, hogy most... Jó, hagylak nagyon, cselezgess, gyere. Nem kell, csinálj, csak csinálj. Igazából próbáld meg a testcsellel megoldani a dolgokat. Ja, igazából amilyen jól hangzik, annál nehezebb viszont alkalmazni. Én nagyon megörültem, meg még Kölnbe ezt mutogatta. Hoppá. Ott kit láttam? Azok cserék, azoknak nem passzolja, de ők majd bejönnek, utána kell nekik a labda. Most még van az nekik. Az a baj, hogy beszéd közben borzalmasan nehéz. Értem, én a Real Madridnek van annyi labdája, jut nekik, ne adják ide, jó? Ezzel játsszuk a meccset. De azt tudod, hogy Barcelonában vagyunk, és nem jár a Real Madrid. Azért mondom, ne, hát hoznak magukkal, tudod, ügyes fiúk. Elbírja a busz. Nem bízzák a véletlenre? Elbírja a busz. Akkor miért nincs náluk? Mégse. Nem kell most, nincs idő. Hát most itt hagyaltassátok őket. Nézzek. 50-ről lövöldözik rá. Hát gondoltam, kényelmesen az előbb is olyan. Látta. Nyugodtan nézz, hát ha erre se akar rám ott szenni. Ezt meg akarom próbálni. Na, szopas. Nem, ez a gomb volt akkor az. Akkor ne. Ah, franc. Egyen meg. Szép! Na, ezt akartam csinálni. Ez nagyon jó tényleg. Közönség újjong. Most ott volt a testcsel, és ennyire gyors. És ennyire gyors, oda fog jutni elé, csak a rúgás. Igen, az a baj. Igen, a tépés. Egyébként hozzá kell tenni, hogy a FIFA-nak ez a másik hibája, ha már a FIFA hibáknál tartottunk. A testcsel egyben a... Bekapcsolta a izét, oké, köszönjük. Hogy bizonyos gombok nagyon-nagyon rossz helyen vannak, és ilyen a tépkedés gomb például. Hogy a B-vel ugye a lövés gombbal elkezdjük tépkedni a másik mezét, viszont... De ha sikerül elvenni, akkor viszont elrúgja. Elrúgja, igen. Tehát nem, hogy ott az ütembe elrúgja. És még tudok 3 vagy 4 olyan gombot mondani, ami nem teljesen jó. Testcsellnél például ugyanígy, hogyha most oké, hogy ott van az elbén a testcsel. Egyébként, bocs, de téged nem zavar? Ez a tréning, mert engem borzalmasan hát, zavar. Hát itt van a te fejeden, és velem játszol, akkor nagyon tud zavarni. Most egy picit bekapcsolva hagyom, hogy lássák a nézők, hogy milyen ez a in-game FIFA segítség, de igazából nekem ez inkább hátrány. És látjátok, hogy hova mutat, tehát azt is mutatja, hogy hova mutatsz a kontrollerre, ugye mondtuk, hogy érzékenyebb lett a lövés. Nagyon, és a passzoknál is iszonyatosan kell figyelni, hogy tényleg merre akarsz passzolni, mert én az első pár meccsen azt hittem, hogy gyakorlatilag ki van kapcsolva a passz assziszt, meg mindenféle assziszt, hogy így valami beállítás hibázik, de nem. Tényleg sokkal inkább a játékos kezébe adta a játék a kontrollt, és tényleg nem az van, hogy így gyakorlatilag nyomva tartod a zöld gombot, a szerelés gombot, és így
szinte biztos, hogy le fogja szerelni az ellenfél játékosát, hanem nagyon-nagyon precízen kell figyelni, és tényleg irányítanod kell a játékot, nem fogja neked megoldani magától. Már viszont én ezt lekapcsolom, mert ebből így baj lesz. Aranyos, hogy ezt akartam kérni. Szóval csináljuk azt, hogy egy két percig próbálunk figyelni, és kevesebbet beszélünk, és megnézzük akkor, hogy néz ki ez a játék akkor, mikor tényleg valaki jól játssza, és nem úgy, mint én, adja el hátra fel a labdát. És ezt tőled tanultam, hogy ilyen helyzetben nagyon sokszor úgy lött nekem gólt, hogy kétszer megnyomta a lövésgombot, és így gyakorlatilag lehelyezte a sarokra, és ilyen bagatelmód bementek. Igen, és nem értettem, igen, hogy ezt hogy csinálja, és elárulta a nagy trükköt, hogy nagyon röviden kétszer ilyenkor megnyomja, igen, és akkor nagyon belsővel szépen behelyezi. Itt a beadásnál ugye ez megmaradt, hogy a háromszor megnyomta a beadásgombot, az a lapos beadás, kettőnél ugye a hosszú, egynél a rövidre fog passzolni, ez úgy megmaradt ebben a játékban, és az összes többi FIFA-ban, tehát átvettek több elemet. Most láttuk Suárez a first touch-ot, hogy mennyire egy technikás játékos mennyire jól tudja ezt megcsinálni. Igazából ez a dekázgatás volt. Tehát, hogyha labdaátvételnél nyomod a dekázgatás gombot, akkor így gyakorlatilag háttal így maga elé húzza a labdát. Ez nem feltétlen first touch, ez konkrétan a dekázgatás csel. Megjelentek abszolút a új cselek, tehát az ötcsillagos játékosokat, mert ez a flip-flop például, amit csinált most Neymar. Hát az nagy, új, és nagyon az érdekes, igen, csak más az animáció. Ronaldo benne van a tipikus cselek, csak nem tudom megcsinálni vele. Sima Opa. Scissor kick. Kicsit gyors. Kicsit nagyon. És felrúgni sem lehet, az a baj. Persze, sétálgatsz, azt várjátok, és most akartam megcsinálni a testcsel, most és ott át, na mindegy, szóval ezért mondom, hogy a kontroll annyira furcsa még sokszor. Olyan szépen mégig sétáltad a 16-osomat, de azt vágod, hogy így van ott egy ilyen fehér keret. Az mire van? És hálóval megvan. Nem csináld. Ezt vágod? Labdafogó háló? Igen, nem, hát igazából az a lényeg, hogy így nagyon fontos, hogy lábbal vagy fejjel oda próbáld a labdát bejutatni, és akkor... És te ezt miért nem csinálod, miért nem gyakorlod soha? Hát mert vendég vagy, most érted, nem fognak itt azért megsérteni azzal, hogy rögtön megalázol. De szóval animációkról térjünk ki. Az animációk kibővültek, és ugye ezt mindig azt gondoltad, hogy marketing fogás, jó, megint több animációt, nem. A helyzet az, hogy ez azért érdekes, azért kell ezt hangsúlyozni, kibővültek az animációk, mert nagyon fontos a FIFA-ban, hogy mennyire tudod kontrollálni a játékosodat, hogy mennyi ideig veszted el egy animáció után a kontrollt, mennyi idő kell, mire újra reagálni tud arra a mozdulatra, amit te csinálsz. Ebben a FIFA-ban annyira finomak lettek az animációs részletek, annyival kibővült, annyival több ütem van benne, mint a valóságban, hogy abszolút azt érzed, hogy te vezényed a játékost, és egy másodpercig nem érzed azt, hogy most nem fog tudni azt a mozdulatot megcsinálni, viszont mégis látványosak a kis esések. És itt is látható volt, hogy Iniesta pont éppen lökésből lőtt el a labdát, és látszott, hogy ahogy lecsúszik a lábáról a labda, és így megérődött. Abszolút nem lett pontos, hát mert nem abban a testhelyzetben van, nem abban a szögben van. Kárvel például megcsinálta kifele a testet. Ez gyakorlatilag a FIFA 15-ben ez gól volt. Igen. Ez a lövés. Szó! Na jó, van, akkor nézzük, hogy ez hogy megy. Céronába. Gyere. Első dolgom lesz, hogy páros lábba rúgom le. Na jó, nem. Ó, a franc. Szép. Most indult el Benzema, és óriási lesen volt. De várjál, tudjuk a FIFA 16-ban, az óriás lesz, még semmire sem garancia. Tényleg, te viccelek, Ádám, egy 3 méteres lesz adott, és itt hozzá kell tennem, a FIFA-ban van még egy meg, ami a 16-ba került bele. Ugye beszélgettünk erről a first touch-ról, ami annyit tesz, hogy a jobb kart, amikor a labda még nem érkezett meg a játékosokhoz, megrántod, akkor abba az irányba fogja átvenni egy picit megtolva a labdát, amerre te azt a jobb kart meghúztad. A helyzet az, hogy ezúttal, hogyha jobb karral a védővel hátrafel a kapus felé veszed át a labdát, a kapus felveszi a labdát, és nem lesz hazaadás. Igen. Tehát benne adtak egy ilyen bugot a játékban. Hát jó, mondjuk ez a 15-ben is ez a hazaadás dolog, ez így gyakorlatilag nagyon, de ez nagyon, nagyon durva. Volt. Tehát hogy abból, érted, azért nem tudom leütközni a védőt, mert ő hátrafele elviszi, és az egy opció, hogy a kapusnak hátraadja. Ez nagyon durva. Ez olyan, mintha Grundra nem mennék focizni. Most láttatok, hogy például BL nagyon-nagyon ott volt megint csak Iniesztár, molesztálta egy picit hátulról, és nem is igazán lehetett vele előni, most viszont el fog indulni Cristiano Ronaldo, és ha ő elindul, akkor egyből négyen léptek oda. Szerintem csak rúgdosta, de... És most Toni Kroos, le fogja húzni hátra, nem csinált testcsel, de most csinált testcsel, és nagyon szépen lépett bele a Barcelona védőjét. Teljesen felesleges volt a testcsel, amit csináltam egyébként. Igen, de nem baj, mutatni kell. Abszolút indokolatlan volt. Nagyon nehéz egyébként ezt beépíteni a játékba egyelőre, úgy érzem, mert annyira életidegen is és furcsa, hogy ezt tényleg ki kell gyakorolni, hogy ezt tényleg az ember praktikusan tudja használni, hogy tényleg hasznosítani tudja.
Na például itt, hogy meg akartam csinálni, csak nem úgy csinálta. Ez biztos egyébként, hogy finomodni fog. De jelenleg amennyire használható ez a labda nélküli testsel, annyira mondom, picit zavaró is tud lenni. Szóval meg kell ezt nézni, hogy ez hogy lesz a végén jó. Még azért egy becsület gólt, még azért becsapunk oda a biztonság kedvéért. Csak azért, mert egyszer van. Egyszer van élőadás a FIFA-ban. Hát ez megint teljesen ahogy kellett. Karim. Sokkal több az elpattanás, amit láthatunk a játékosoktól, a technikai hiba, a lőtt, nem csak a lőtt passzoknál, az átvétel is, hogyha nem abban a szögben, nem abban az ütemben próbálod, és nagyon jók lettek. Sokkal egyszerűbben lehet például kilépni egy kis játékosokkal, úgy értem, hogy kicsi lépésekben cselezni, ugye benn maradt az ütem. Ott most Ádám meg is ezt a kis testcselt. Igen, az jó volt. Ott meg benn, nézd meg, és nem fújja. Hát hopp. Hát. Ezt nem szabad csinálni, hogy kapusnak erővel, ezzel az újfajta erős passzal hátradni, mert olyan szinten... Hopp. Megharasztok! Jézus atya úristen! Na ez ilyen gólokat szokott nekem Tony gyakorlatilag 10-ből 8-szor lőni. Hát na látjátok, erre mondom, hogy ez is megváltozott. A kapus kijött, én észrevettem, azt gondoltam, hogy rá fogom lőni messziről, hát ha kivédi. És nézzétek, egy kapus hiba. Elindul visszafele Claudio Bravo, de meg fog pattani a védőn. Fejbe lőtted a védőn. És itt is megint látjátok, hogy igazából Rakitic volt, gondolom. Rakitic bele akart érni, de lehúzta a fejét. Tehát is ez volt a vége. Mascherano volt a Mascherano, bocsánat, Mascherano volt, igen. Tehát, hogy Mascherano. Tudod, ő is Liverpool volt. Az összes jó játékos Liverpoolból kapjátok egyébként, a legendákat onnan kapjátok. A lényege az, hogy... Hát mi nem kezdtek velük semmit? 2-0. Rogers kolléga, ugye? Ronaldnak elképesztő egyébként ez a body transfer, tehát mennyire egyszerűen tudja a súlypontját áthelyezni. Meg hogy mennyire rosszul tud Marcello passzolni. Modric, ez még nagyon jó, nagyon jó tekergeti. Kapott egy kötényt ott például Marcello, és megint az, hogy nem én kontrolláltam, nem váltottam át időbe, és sikerült azért Marcellónak javítania, de előadásban fog kikapni most nagyon a Barcelona is, ahogy a Liverpool is nyert. Hát majd otthon tudod, amikor már nincs show, akkor nem látja senki. Előjön az igazi rangadó film. Az a furcsa, hogy olyanokba lépsz bele, amit nem is látsz, hogy mi fog történni. Gondolod? Na jó, most már tényleg egyszer nem koncentrálok, veled beszélgetek és nem figyelek oda. Igen, azt majd ott van. Most csak szórakoztassuk a közönséget. Hogy lerázta magáról a kis játékos, Dzsudzsák varázsa visszatérve. És érted, már így is hagytalak két gólt lenni, és gondolj, szerinted komoly. Dzsudzsák sztorit azért még elmesélem, ja, igen. Még zárnánk, hogy... Hát Balázs, igen, amikor annó, amikor a FIFA-t még... Ezt oda kerültem az IE-hez, akkor volt ez először. És Marcello, ismerjük azt a lábat. Hát akkor lett először Dzsudzsák Balázs a borítón, és ugye ilyenkor az ilyenél tulajdonképpen én kaptam meg azt a projektet, hogy kiválasztok azt a játékost, aki alkalmas erre. Különböző megkötések voltak, ki lett a szponzor, és így tovább, és így tovább. És voltak a kalapban több magyar játékos? Voltak a kalapban több név is. Gerazoli is benne volt, Németh Krisztián is benne volt. Ez nagyon-nagyon érdekes sztori volt egyébként. És a vége az volt, hogy meg kellett mindenkit megkerestünk. Nyilván ilyenkor vannak beszélgetések, meg kell ismerni, hogy milyen arc, milyen személyiséget ad hozzá. És hát végül is teljesen legalább a két játékos maradt. Ez a Dzsudzsák Balázs maradt és Huszti maradt ugye benne a kalapban. Majd el kellett dönteni, és mindenki szavazott, de a szavazás is egyenlő lett. És hát akkor úgy döntöttünk, hogy jó, hát akkor döntsön magáról a Pektalentről, maga a játék, és Jónás Peti barátomat kérte meg, hogy akkor játszunk egy FIFA meccset, mindenki választ magának egy favorizált játékost, ugye én Huszti Szabit mondtam akkor, ő Dzsudzsák Balázst, és akkor aki nyer, azt a Pektalentet fogjuk megkeresni, mint más demokratikusabb módot nem tudtunk már kitalálni. Teljesen korrekt. Hát azt kell tudni, hogy Peti nem annyira jó játékos, mint én, tehát hogy tényleg te 10-ből 11-szer sikerült eddig elvenni, de azért ügyes, hogy Juventus a kedvenc csapata, Juventus Liverpool volt, innentől nem nehéz kitalálni, majd elindult a meccs. Hát ez úgy nézett ki, hogy a Juventus azt se tudta, hogy mi van a Liverpool félpályán túl. Igazából a kaput is nagyon ritkán látták, tehát le is küldtük szerintem ülni a kapusunkat egy fél meccsig, és elképesztő nyomás, tehát kipattanók mellé, alá, fölé, a fű alatt is, mert mindenhonnan rárúgtam, rúgtam kb. 4 kapufát, Petink nem jött ki nagyon. 89. perc, mondom, hát Peti most akkor 11-esek, vagy mi legyen ennek a vége, hogyha ez így marad. És mondta, hogy hát akkor legyenek 11-esek hosszabbítás. Ebben a pillanatban a Juventusba átlépte a felező vonalat, azaz Alessandro Del Piero, aki 16-ról egy jobbos lövést elindított, a kapusunk csak nyúlt, és hát Reina annyit tudott tenni, hogy hoppá, a kapuba landolt a Juventus labdája, és én így álltam lemerevedve, teljesen, és nem Huszti lett a címpadon, hogy mi történt ezen a mérkőzésen. A kapura lőskőbb úgy nézett ki, hogy 42-2,
És Zsuzsák Balázsral elindultak a szerződéses tárgyalások innen. Peti csak annyit mondta, hogy ha, lerakta a kontrollert és kiment a szobából. Én egy 5 percig nem értem magamhoz, és a fejedet ez a... Így... Mi van? De Peti, és hát Balázsunk utána 5 évig képviselte, azt kell mondjam, hogy méltóan a FIFA-t. A mai napig egyébként az ő arca és technikája az benne van a FIFA-ban, egy az egyben ugyanúgy, tehát őt megtartották és ugyanúgy editálják, hiába már ugye nem pektálnak, átrendeződött az egész. Egyébként érdekes, hogy az angoloknál ugye Henderson került a másik, ő lett a másik arc, aki felkerült a borítóra, igen, és ezt meg lehetett szavazni, tehát a szurkolók is... Gondolom, akkor előrendeltem magadnak az angol verziót, csak de a szurkolók megszavazhatták, hogy egyébként a saját csapatukból kit tartanak ott, és mindenki ment a Liverpoolba is, és utána az angol szurkolók szavazták meg, hogy Henderson legyen az, illetve a Liverpool szurkolók azt, hogy a saját csapatukból Henderson legyen az, akit kitolnak. Tehát tök jól felépítette ezt is az IE, mutatva azt, hogy azért ő vissza-vissza nyúl a közösséghez, abszolút nincs elhagyva, elhanyagolva, aminek a vége az a 15-ben nagyon sok kritika volt egyébként pont az irreális passzokra, stb., amit láthatóan most a FIFA hozzányúlt, és hogy zárójelbe rakja mindazt, amit mondtunk, aki most megveszi a FIFA 16-ot, az konkrétan már egy foci szimulációt fog kapni, tehát ne várja azt, hogy ezt benyomja vasárnaponként és elfocizgat online és mindenkit meg fog venni, nem, bele kell rakni időt, aztán mondom, hogy vérverítéket már nem, de bele kell rakni időt, ez egy minőségi szórakozás lesz a végén, mert ezek a meccsek már tényleg rendkívül hasonlítanak egy igazi futball mérkőzéshez. Igen, és aki amúgy is egy hatalmas futballrajongó, akkor ugye az élő sporthíreket is gyakorlatilag itt nyomon követheti, miután beállította a kedvenc csapatát. Ugye az aktuális spanyol tabella, a legutóbbi mérkőzés, kik vannak jó formában, góllövő lista, ugye hírek, ezeket el lehet olvasni, részletezi. A kedvenc csapatodról is. Tök jó hírek vannak egyébként, tehát én nem is nagyon látom, máshol láttam ezeket a híreket ott. Hát ugye a gold.com. Igen. Liverpoolnál például Gerard könyvéről kezdenek el beszélni, hogy vannak benne rasszista megjegyzések szerintük, és hogy beperülik Gerard meg védekezett. Érdekes sztorik vannak. És mindezt egy játékból, azt kell mondjam, hogy tényleg a 16-os év egy tulajdonképpen mondhatom azt picit mérföldkő a FIFA-nál, ugye ez a második Next Gen FIFA, ha jól gondolom. Tehát a 15 volt az első teljesen, amikor igen, mindenhol igen. Next Gen lett. És most ez gyakorlatilag tényleg azt kell mondjam, hogy erre már a Next Gen-re fejlesztett FIFA, és ennek minden előnyét kihasználja, mind grafikában, de főleg végre játékmenetben láthatjuk azt, hogy nagyon-nagyon kezdünk közelíteni ahhoz, ami már egy ilyen gondtalan szórakozást ígér, és nagyon kevés, hát az egymás elleni veszekedéseket nyilván generálja, hiszen egyébként ez a jó, tehát aki még nem dobott kontrollert valahoz FIFA miatt, az nem FIFA játékos, az felejtse el, sose felejtem el Balla Zoltán barátomnak a kommentjét, óriási volt, a másik konzolon játszott, és berakta a FIFA-t, majd annyi volt, berakott egy képet, hogy rommá van törve a kontroller, közölt, hogy soha többet nem fifázom. Nagyon aranyos barátnél feltöltött egy képet, hogy jön a felmentő sereg, és egy új kontrollert hozott dobozba, és le volt fotózva, hogy akkor vette. Zoli, és következő képen Zoli a következő képen vágt, hogy kap még egy esélyt FIFA kontra egymás mellett. Én nem mondom, szerintem nem telt bele 3 nap, és akkor kín volt egy mondom a föstéket, és igaz a videóanyagot sem tűrő komment, és mellette a kontrollert darabokra törve, és a FIFA lemez kicsit elhajlítva, és Zoli azóta között, ő nem fog többet fifázni, mert ez az ördög szülgye. Hát, valami hogy hasonló rémlik egy olyan hónappal ezelőttről, ja, a te szádból, tehát igen. Akkor még PC-n játszott a FIFA 15-tel, és így dühötten jön ki az ajtó elé, szomszédok vagyunk, és kész, én úgy is találta, ennyi. Vége volt. Én ezzel a szezonnal többet nem játszom. És így is történt, hogy én sohasem tudtam a Season 1-ba bajnok lenni. Tehát, hogy mindig vagy el... Tud, de szegény. Season 1-ba nem tudtál bajnok igen, lenni. Vagy nem Season 1-ba, de bocsánat, Division 1-ba. Tehát a legfelsőbb divízió nem tudtam, mindig el tudtam jutni a végéig, de egy meccs, ott egyszer játszhat döntetlen, minden más meg kell nyerned. Sosem tudtam valamit odaérni. Mindig valami eljátszott, de nem cheat, hogy felhasználok, ugye fel lehet használni kártyákat, hogy a futkoinért tudsz venni kártyákat, hogy legyen egy extra meccsed, legyen egy döntetlen, stb. Tehát abszolút cheat nélkül, valamiért évek óta nem sikerült, és tényleg, mikor nagyon közel voltam, hát Ádám tudja, hogy azért amikor elszabadulnak az indulatok, amikor a 90. percben kapsz egy olyan gólt, amilyen lehetetlen, és hát akkor mondtam, hogy letöröltem, soha többet, és már 16-tal tértünk egyébként vissza. De nagyon jó egyébként. A szezonban tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy aki már unja az egymás elleni meccseket, így a haverokkal, barátokkal, a szezonban megtalálja a kihívását, rendkívül jó online játékos van. És szerencsére egyébként említettem a netkódot, javult a FIFA annyiba, hogy most már sokkal közelebbi ellenfeleket hoz be, tehát Európán belül is próbál úgy szűrni, hogy hiába van késleltetés, még talán egy amerikai ellen is hiába van késleltetés,
még lejátszható a mérkőzés, tehát még tudod kontrollálni, ilyenkor azt az részre a késletet és az alatt azt kell érteni, hogy megnyomod a gombot és érezhetően legalább egy fél másodperccel később történik meg a passz, ilyenkor előre kell gondolkodnod, és már akkor tudnod, hova passzolsz, mikor gyakorlatilag nincs ott a labda. De hát az gyakorlatilag játszhatatlan úgy. Tehát a játék élménynek számomra figyelj, teljesen elveszik. Mint a fociba. A fociba azt mondják, hogy mikor hozzád kerül a labda, és még nem tud hova passzolod, vagy rúd, akkor már rosszul csinálod. Értem, hogy neked ez így van, én ezt szoktam tudni, engem ez nem zavar, én már akkor megtervezem, de mindegy, ezt értjük ezt. A beszélgetést otthon tovább folytatjuk élesben. Értjük is. Egyébként Ádámmal rendkívül sokat szoktunk hűfázni, és ilyen, vannak ilyen artikulátlan ordibálások, amit a szomszédok annyira nem... És kontrolldobálás. Igen, hát kontrolldobálás az alap, tehát ez FIFA-hoz hozzátartozik sajnos ez a... És egyébként azt mondom, hogy ez mérvadója a játéknak. Hogyha annyira képes átadni az érzésvilágot, mint a rendes focipályán, hogy megölöd egymást ott is, annyira képes átadni egy játék ezt az érzésvilágot virtuálisan, akkor ez egy jó szimuláció. Akkor az tényleg az, aminek lennie kell. Hogyha most nem akarom megint a konkurens játékával játszhatunk, és megmondom őszintén, mivel nem éreztük annyira... Ki lehet mondani a nevét, Pro Evo. Sőt, minden bizonnyal arról is lesz majd IGN Plays Live, van. És a teszt is hamarosan. Csak karcolnám látható. Ezt a témát, jó? Tehát nem szeretnék vitát kelteni. Kipróbáltuk azt is, én nekem szívem vágyam, hogy egyszer jó Pro Evo-s játékos legyek, de én való 2006-ban nagyjából elhagytam a sorozatot. A PES 6 volt talán az utolsó, mindig, amivel minden évben kezdem a szívemmel, minden évben megpróbálok, adok neki egy esélyt, de egyszerűen hol lassulat találom, hol más dinamikának, mint a FIFA-n, vagy mindig visszatérek. Most is megpróbáltuk Ádámmal játszani. Azt mondtuk, hogy most gyakorlunk, hogy most tényleg felhozzuk magunkat, hogy reális képet alkossassunk, és a szubjektív vélemény közelítsen mégis egy objektívhez. Pontosan. Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudtuk komolyan venni. Tehát nem volt meg az, hogy rúgtál egy gólt, oké. Okay. Hát FIFA úgy néz, hogy rúgtál egy gólt. Ez a hú, haver. Még egyszer ilyet mákolsz, hallod, hazaküldelek. Szóval, hogy nem adok a macskának enni, vagy nem tudom. Szóval ott nem, tehát nem tudtad, egyszerűen más a dinamikája a játéknak, nem feltétlenül rossz, de nyilvánvalóan megosztja a két tábort. Azt mondom, más, hogy az... meg alapvetően az, hogyha a kapuval szembe kerülsz, 90%-ban gól. Tehát, hogy nincs ez a izgulás, hogy na még lehet, hogy kivéthetem, mert ugye a FIFA-ban, hogyha hívod ki a kapust, és a lövés pillanatában még egyszer rányomsz az Y-ra, a kapus kívás gombra, akkor lehet vele kényszeríteni, hogy reflex mozdulatot tegyen, és nagyon sokszor ilyenkor az egy-az-egy-az zicsereket még lehet fogni, annak ellenére, hogyha nem nyomnál így semmit, van. Akkor belülné, de lehet ilyen szempontból manuálisan irányítani a kapust is. Minden FIFA szurkolónak ajánlom azt, hogy felejts el a hiúságát, és menjen fel videó megosztó portálokra, és töltsön, tehát nézzen meg rengeteg videót, ami arról szól, tutoriálok főként, ami ezekről szól. Ezek olyan dolgok, amik nincsenek benne. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, FIFA 15-ben RB-LB-t meghúzod, és az ellentétes irányban, mint amerre mozogsz, meghúzod a kart, egy nagyon-nagyon gyors forgást csinál a játékos, tehát visszahúzza a labdát és megfordul. Olyan ütemelőnyöket lehetett vele nyerni, hogy valami elképesztő, és mindenki megette, sehol egy szó nincsen róla egyébként a FIFA leírásában, hogy ez egy jó csel, de használható. Itt is FIFA megint csak 16-ba, két ravaszt lehúzod, elkezd a játékos oldalazni, majd ha elengeded, és csak nyomva tartod, tovább nyomva tartod a sprintet, de elengeded a másik gombot, egy nagyon gyors elindulás, egy ütemtelen indulás lesz benne, ami nagyon zavaró, mert egy oldalirányú mozgásból hirtelen elindul a játékos a védővel, nagyon nehéz lekövetni, és nagyon sok esetben a védő mellé már be tudsz lépni, és helyzetelőnyöd van, ami megint csak akkor tanulható, akkor látható, hogyha nézel videókat, és tényleg akár tanító videók, akár meccs videók, ezeket elmondják neked ezek a játékosok. Nagyon sok ilyen anyag van, és ne legyetek hiúk megtanulni újból fifázni, 16-hoz kelleni fog, és a 15-ben belőtt bejött cselek. És alapvetően hogy... a játéknak magának a skill challenge-ét is érdemes nagyon tüzetesen és odafigyelve akár többször is végigjátszani, mert sokat tanulsz. Nagyon-nagyon-nagyon sokat. Meg hát rutin szerzel alapvetően, mert nagyon nehéz ezeket a cseleket gyakorlatilag megszokni is. És jól végrehajtani abszolút. Én egyébként a lövés, a skill dribble-ben a lövést csináltam meg, és megmondom őszintén, hogy feljavult vele a lövésem, mert más, a 15-ben nem kellett ennyire feltölteni egy játékost, pont azért, mert a játékmechanikában hozzá nyúltak bizonyos dolgokhoz. Azt gondoljátok egyébként, igen, most egy nagyon pici zárat ide gombol, vagy egy pici sztorit, azt gondoljátok, amikor valaki azt mondja, hogy jobb lett a labda fizika, az egy marketing szöveg, azt mondjátok, hogy változott a lövés, az egy marketing szöveg, a helyzet az, hogy ilyenkor az egész játék mechanikája változik. Tehát változik a lövés, az azt jelenti, hogy nekem már lehet, hogy nagyon
nagyobb teret kell kiszámolnom, mikor el akarom lőni. Coutinho be fogja tudni, hogy be tudja majd rúgni a pipába félfordulatból, mert már van benne olyan animáció, és jelen esetben a 16-ban megváltozott a lövésnek az ereje, tehát a teljes erő lövés már nem feltétlenül rúgja ki a stadionból, távolságfüggő, hogy hol fog ez az egész lecsapódni, és ezáltal nekem sokkal jobban kell kalkulálnom, hogy milyen térben, hogy fogom ellőni, hogy még van egy csomó. Tudom kell, hogy milyen távolságon, mennyire kell feltöltenem, és hogy ez milyen gyorsan fog feltölni, és abban a szögben a játékos el tudja majd lőni. És ezt mondjuk ezt a skill dribble-ből abszolút lehet gyakorolni, labda fizika megváltozott szintén, jobban csapódik lefele, megint skill dribble, és hogy a lövést említettük, gyakorlatilag van egy ilyen lövés kurzus, amikor 5 játékos, 6 játékos lövik vagy emelik be a labdát, és neked azt kell berúgni, meg lehet tanulni, az irányok sokkal-sokkal finomabbak lettek. Tehát, hogyha valaki sokat focizik és tudja már, ismeri, hogy a kapusok merre dőlnek el a valóságban, nagyon-nagyon hasznos tudás itt a virtuális térben. Ádám körülbelül annyira koncentrált segre jön abban a rútba, hogy az valami elképesztő. Ez annyira vicces. Nekem lehet, hogy inkább rúttáncolnod kéne, nem? Tehát, hogy van, hogyha megnyomod a sprint, na mindegy, jobb kart megnyomod kétszer, akkor megtoltad volna erősebben a labdát, de ilyenekre ne tanítsuk meg a szomszédunkat, mert hát ha megver FIFA-ba, örök szabály. Hazértünk, folytatjuk, de most persen. Akkor ennyi volt már az IGN Place Live, köszönjük szépen, akik velünk tartottak. Ne felejtsétek. És Forza Barca. Sziasztok! Sziasztok!